Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra 13 perc, jó reggel. Mi lenne, ha szólna az? Sziasztok, jó reggel. Az nem lenne rossz. Mi van? Most? Kontakthibás? Nem, Zsül visszajött. Tényleg, Zsül, megjössz, és tönkreteszed a főnök első megszólalását. Tönkre megy a most pult. Mindenkinek kell tudnia, hogy te visszaérkeztél. De tényleg, rögtön egy ilyen fúrással kezdesz. Nézd meg a szabadság, látod? Megkóstolta az ízét. Aminek? Hogy hívják? Fárad a pultunk. Még nézd rám, mert halkabb a mikrofonom, mint a másik kettő. Zsül, ezt most fűre megmondom neked. Föltoltam koppán. Egy. Na. Sporolsz? Ő állítja be, nem én. Hát halkabb voltam, most jó, most hangosan. Beszélj. Na? Ez kicsit túl lökti, igen. Na? Na. Mina? Hát az. Jaj, gyerekek, bikinit hallgattam idefelé. De jól tetted. De ez így van benne neked a kocsitban, egy bikini CD, vagy valahol adták? Nem, ment egy másik adón és belehallgattam, mert én mindig reggel pótolom be a reggeli műsorokkal kapcsolatos lemaradásomat, mert ugye 6-tól 10-ig nem tudom őket hallgatni, viszont most már ők is ismételnek, átvették ezt tőlünk, hogy 6 előtt megszólalásuk van. Na, az nem volt annyira jó, viszont a zene az igen. Melyik dal volt, valami régi? Adj helyet magad mellett. Ó, hát ez egy igazi nagy klasszikus. Én is odaférjek. Ami eredetileg nem is bikini szám, ugye, hanem Rolls frakció. Ahogy annak idén Lajos is előszeretettel nyomta a jobbnál jobb underground slágereket. Igen, és bömbölt a bikini, énekeltem, és erre jöttem. Lajosra. Kicsit könnyeztél? Igen. Igen, na, igen, kicsit de megkönnyeztem. Utálom, amikor parodizálnak hogyha egy igazi rock klasszikus, pláne egy rock gitáros, nem szégyeled magad? Nem parodizáltam, szerintem ilyen a dal. Enged, hogy én odaférek. Még egy parod. és aztán valamelyik adón szólt még egy tankcsapda is. Na. Az jó. Az nem tudom melyikről, lehet, hogy a Klub Rádió volt. Nem hiszem. Vagy a Petőfi. Hát mindig ilyen szűtyős, ilyen szimatszatyos underground zenék szólnak. Nincsenek ilyenek. De van ez a mezitlába szűtyős underground, ilyen. A szimatszatyos, az imádnám, amikor Balázsnak beragad valami, de azt utána 20 évig. A szimatszatyos, nincs más szimatszatyos. Nem, arra mondom, hogy a Petőfi sokszor ez a szimatszatyros underground, ilyen meg nem értett fanyalgó értelmiségi zenét nyom állandóan. Nem, egyébként vannak jó dalaik is, amiket mi is játszunk. Úgyhogy én mindig válogatok reggel. Csipeget, szemezget. Csipegetek, szemezgetek, és rájöttem, hogy hát gyatra a felhozatal. Mármint abból a szempontból, hogy átmész Ausztriába, vagy bármelyik környező országban, akkor tudsz hallgatni egy 20-25 adót. És itt, ha megnézed, akkor Pesten, ami bejön, az iszonyatosan kevés. Tehát bejön a Petőfi, a Juventus, a Music, a Klassz. A Kossuth. Na jó, de ahol zene van. Ja. Petőfi, Juventus, Klassz, Music, mi van még? A klubban nincs sokszor zene. Kossuth. Tehát, hát van jazzy. Jazz, igen, meg ezek a kisebbik. Azok érdekes, azokat egyébként nem fogja az autó. Jazzy szokott nálam szólni, igen. Igen. Úgyhogy igen, ezek vannak. Nincs olyan nagyon sok. Hát kicsi a piac, ugye ők pénzből élnek, mi is. Csak mi el is hozzuk. Micsoda, hogy? Mindenki pénzből él, mondom, mi is, csak mi el is hozzuk. Ja, igen. Szóval mi van még? Megnézted, hogy mi van még? Na, nincs semmi. Hát nincs mit megnézni. Nincs. Amit felsorolta, azon kívül gyakorlatilag egy-két ilyen aprócska kerületi rádió van. Ott egyébként néha színesen meg izgalmasabb a zenei kínálat, mint egyes nagyoknál. Nem nálunk, hanem más nagyoknál. Vagy közepeseknél. Érdről a Rock Rádió dolgozik még? Volt kint valami érti rock. Jó kérdés. Na most nem fogja ezeket az autóm. Nem tudom. Valahogy nem érzékeny a rádió, mert ezeket régebben befogta az autóm, de most nem fogja be. Én ezért MP4 ezek. Na jó. Azt is tudnék kocsiba, mert van az is. Már hogy lejátszom. De na mindig. Meg mindig a reggeli hangulatomnak megfelelően tudom elindítani a zenéket, úgyhogy mindig azt hallgatok, ami éppen akkor passzol hozzá, úgyhogy nem kell idegeskednem egyik zenei szerkesztő szubjektív ízlése miatt. Mondjuk nálunk meg a zenei szerkesztőnek majd szólni kéne,
hogy én nagyon jó Hollywood utol az örvényes, meg én értem, de hogy tényleg minden reggel 3-4-6-10 éve ez a dal megy, ez... Egy új, igen. Igen. Szóval nem észrevettétek? Hogyha 3-4-6-kor általában, tehát nem tudtam, hol van a kezem, a lábam, erre ülök be a kocsiba fixen. Tehát, de tényleg ez van. Most, ha kicsit a hat előtti időszak gondolom, azt gondolják, hogy olyankor még senki nem hallgatja. És akkor csináltak 10 évvel ezelőtt egy ilyen fix játszási listát, az van beforgatva minden este. Menjünk. Valószínűleg így van. Én meg azért is fogok neki szólni, hogyha mondjuk, ha már rábólint egy képes magazinos fotó összeállítás, akkor legalább az egyik képen mosolyogjon már. Akkor mindenki szól ma mindenkinek? Nem, mi mindenketten ugyanannak az embernek szólunk majd. Nem, tényleg csak úgy tök jó magyar zenék vannak, és sokszor a Hollywoodba futok be bele, és ezt úgy nem tudom hova tenni. Na mindegy, hallottátok ezt a magyar madár embert? Igen, szegény. Mi van vele? Előkerült? Hát előkerült, csak sajnos elhunyt. Oh. Igen? De hogy nincs meg, én azt hallottam, hogy nincs meg. Akkor ezek szerint már megvan? Én mintha azt hallottam volna Karolinánál, hogy... Tegnap olvastam, nekem ez egy tegnapi hír, hogy nem találják csak vérnyomokat, mert hogy készült valami világbajnokságra, és hogy valahol zuhant, vagy valamit csinált. És akkor már megtalálták. Ezt igen, mondta, sajnos voltam. Találták meg, igen. Ő az, aki a madárruhába röpköd? Igen, ő volt a magyar bajnok. Igen, a két lábad között van egy siklófelület meg a hónod alatt. Kiugrasz, és akkor mész. Most láttam, hogy valamelyik átrepült valamilyen kanyomba. Vagy ilyen szikla között, valami 6 méteres sziklába repült bele. És azt mondta, hogy életében nem félt még ennyire. Amikor 250 éve megpróbálsz egy 6 méter széles rést így becélozni, és azon átrepülni, ilyen kanyonszerű valamin kellett átrepülni. És ott nincsen olyan, hogy picit értem hozzá, meg nagyon értem. Igen, hozzá. Tehát ha picit hozzáértem, akkor már ott vége van a történetnek. Azt tudni kell, hogy a mi madáremberünk kell egy technikai probléma történetet, nem összeütközött valamivel, meg neki ment valaminek, hanem a helyi rendőrség szerint technikai problémája származott, valószínűleg a felszerelésével volt valami probléma, pedig hát mindennek lehet mondani, csak annak nem, hogy rutintalan volt, hogy 1100 ejtőernyős ugrást és 166 bázisugrást hajtott végre addig. De hány madárember ugrást? Hát azt nem tudjuk. Ugye? Hát, hogy merre lehet, hogy most kezdett madáremberkedni? Hát nem, hát azért ha ebből már bajnok vagy valahol, meg így edzenek a világban, akkor biztos nem az elsőt ugrottam. Aha, mert ugye azért más a bázis, meg más az ejtőernyő, meg más a madár. Ugye a madárnál, mind a bázisnál, mind az ejtőernyő lefelé zuhan. Tehát a madárnál előre, tehát ott 100 konkrétan tényleg. Hogy így mit ki nem találnak még, most van egy újabb őrület, azt ki akarom próbálni, ez a flyboard. Jaj, tudom melyik, tudom. Nem, most ilyen nyáron tudom. Nem tudtam kipróbálni, nagyon akartam. Egy olyan dolog, hogy jetskinek a végére rákötnek egy hosszú ilyen kipufogót, leszerelik a jetski kipufogóját, rákötnek egy hosszú csöven, és a jetski szívja be a vizet, és az benyomja a te talpad alá. Aha. És te állsz egy ilyen deszkán, mint Marty McFly visszajövőben a légdeszkán, és hogy a jetski átpörgeti a vizet, behúzza a motorjával, a te deszkád alá, te elkezdesz megemelkedni a levegőben. Aha. És 10-15-20 méterre föl tudsz repülni úgy a levegőben, hogy a deszkád alatt két vízsugár tartja ugye a te deszkádat, vagyis ugyanazon az elven működik, mint a pezsgős kupak, amikor kilő. Tehát te vagy a pezsgő kupak, repülsz fölfelé, alattad pedig a nyomás, meg a víz ugye tart fönt. Aha. Hát az valami elképesztő. És akkor egyensúlyoznod kell a vízsugarakban. Egyensúlyozni kell. Most láttam erről egy videót, ahol hátraszaltókat ugrálnak, hogy körbeállnak 6-an vagy 8-an, ott állnak a jetskik, és van, aki már úgy csinálja, hogy nem ül senki a jetskin, hanem húzza maga után a jetskit. És mint a delfinek, így fölmegy, lebukik a víz alá, fölugrik, lebukik a víz alá. Zseniális. Nagyon jó. Zseniális. Palácsik VTMA-ról volt egy összefoglaló, ő is kipróbálta. Csak második lehet a celebritások között. Igen, csak ha én mennék, ott nem lenne újságíró. Mondjuk igaz. Igen. Maximum utólag mesélném, mert a gyerekek kipróbáltam, ez nagyon jó. De nagyon izginek tűnik, szóval, jó, hogy ez egy jó dolog. Hát csak jól legyen beállítva a gyújtás, tudod. Elmegy, és akkor... Jaj, bocs, látod már megint fel, hogy... Jaj, bocs. Elnézést elrontottuk. Nem, a baj az inkább, hogy ezt kevés helyen lehet megcsinálni, mert hogy baján meg lehet csinálni. Baján minden meg lehet csinálni. De hogy... Na ez most áthallásos volt. Tehát, hogy azért értem. Ja, nem gondoltam semmire. Látod már Freud is. Hanem, hogy ugye kevés helyen lehet ezt azért megcsinálni, mert hogy nem tudod, hogy mi van a víz alatt. Tehát a Dunán nem tudod, mert van valami rom,
pillér maradvány, bármi, abba beleállsz fejjel. Tehát ez csak mély vizekbe lehet. Elvileg egyébként a legjobb lenne tengerbe megcsinálni, de mondjuk bányatavakban, azok elég mélyek. Uh-huh. Mert ugye azért itt becsapódsz, elég mélyre mész. De hogy ez nagyon-nagyon kipróbálnám. Nagyon magány. Az nagyon. És ezt rendesen megtanulod, az az jó lehet. Az nagyon jó lehet. Mi van, te meg vagy fázva, vagy mi van? Nem, ez az öcsém. Kirándul a hangja egy picit. Hát tegnap már mondtam, felismerhetetlen hangod. Tegnap már mondtam, hogy valami kezd bekúszni a torkomba, valami kis torokgyulladás féleség. Hát reggel hangom se volt, tehát, hogy ez majd most istenest. Nem egy csekernő vagy. Ez az istenes? Aha. Nem. És mi bejött a Bencével már megint? Nem, most semmi, most kibékültünk ráadásul. Hol? Most jobban vagyunk. Te találkoztatok? Igen, lepacsisztunk, persze. És mondta, hogy nem haragszik? Vagy ezt így ebben a formában nem. De szóba állt velem. Ez már önmagában már, ez egy jelzésértékű dolog. Úgyhogy velem most semmi gond nincsen. Visszatérve a torkomra, igen, valamiféle ilyen torokgyulladás kezd kialakulni, sőt már szerintem ki is alakult, úgyhogy emiatt túl sokat nem aludtam, és hát ugye eltűnt a hangomból az a kellemes, hogy is mondjam, csak nem tudom milyen íz. Nem jó, az egy Janis íz, jó? De nem rossz az íz. Jó, sem. Hát akkor szokjátok. Nem kéne hangosan metált énekelni a buszon, tudod? Aha, azért igen. Megerőltetted. Őrjöngve haza meg este 10-kor. Olyan vagy, mint Nemecsek. Mikor már harmadszorra mászott be a vízbe. Hát figyelj, velem nem szorokoznak az árcsék, lenyomok mindenki. Bemászom, ha kell, ha nem. Ja, Istenem, gyerekek, mi újság egyébként? Hát, tegnap este gittet rágtam. Igen? Boka ott volt veled? Igen. Janu nem látogatott meg, sajnos ez egy picit fájt. De az a rohadt geréb, az inkább csak maradjon otthon. Ez mindenkit hátba döf. Hát egyébként még az egyik legjobb ifjúsági olvasmány. Nagyon jó. Nagyon még jó. A gyerek úgy, ahogy nagy nehezen majd el fog tudni olvasni. Mert... Majd olvasod te neki, és kicsit átírod modernre. A Pál utcai fiúkat? Hát igen, csak ott azért olyan, ez a tragikus vég az olyan, az a, ahogy összetartanak, meg együtt küzdenek a grundért, meg ilyesmi. Tök meg, jó, meg valójában igazából mindenki jó fej a regényben, jó gerém nem annyira, de hogy egyébként így majdnem mindenki. Én azért inkább egy jó tüskevára, meg egy téli berekre szavazok mindig. Tehát, hogy azt minden egyes gyereknek kötelező elolvasnia, és nem csak azért meg kötelező olvasni, de hát azt sem tudom, hogy most éppen az-e, de hogy azok nekem olyan szinten meghatározók voltak, imádtam őket. Tüskevár az volt ott abban minden. Volt benne halkocsonya, volt benne kis, hogy hívják a tüskevárnak. A bográcsban, hú, de jó volt az, és aztán zöld paprikával elfogyasztották. Igen, fú. Pirítós kenyérrel, amit a tőznél pirítok meg ma. Igaz? Tehát, hogy a Színvádban volt utoljára egy olyan kajás felsorolás, meg egy olyan kis bemutató, egy olyan kis vacsora, ugye a Latinovics féle változatot mindenki ismeri, ha nem ismeri, ismernie kell, és ott volt egy ugyanilyen, és erre mindenki emlékszik a Tüskevárból, hogy tényleg halkocsonya, reggel, zöld paprikával, pirítossal, amit a tűznél pirított meg az öreg Matula. Olyan, úgy voltak leírva benne a kajálások, hogy ez valami zseniális volt. És akkor volt benne egy kis, hogy hívják, régészkedés a Tüskevár romjaiban, volt benne kis, hogy hívják, gyerekszerelem, stb. Á, Katica, hogy a hídon át integetett bütyök meg. Á, de szép volt. Ha, látod? Gyerekek, ezt tudjátok, mi az elméletem a kötelező olvasmányokról. De miért ez például jó? Nagyon jó. Meg biztos nyilván a izéből is tanultunk, a Pál utcai fiúkból is lehetett valamit. Én most azt nem értem, most vettem egy ilyen összefoglaló mesekönyvet a nagy klasszikusokról, mert most már átléptünk abba, hogy hosszabbat lehet olvasni, csináltak belőle rövidebb meséket, és akkor benne van például a kis gyufárus lány. Hogy jó, az hogy? Igen. Érted? Hogy szerencsétlen ott hal meg karácsonyi éjszakáján az utcán. Hogy na gyerekek, jó, mindenkinek kellemes ünnepeket, boldog új évet. Hogy mit kell az? Nyilván tanítasz vele valamit a gyereknek. Nem, ez ennél sokkal bonyolultabb maga az a halál, de a gyereknek azzal szembesülni kell, mint azzal is, hogy a boszorkányt elégetik. Tehát, hogy ez ilyen gyermekpszichológia, tudod. Aha. Kell, ez a gyerek a saját félelmét, meg a saját szorongásait, meg a saját meg nem értését a világgal kapcsolatban, ezeken a meséken keresztül tanulja meg. Úgyhogy ez neki az egy nagyon nagy feloldás például, amikor a Jancsi és Juliskában a boszorkány a végén meghal. És elégetik, és bedobják a kemencébe, és ez a gyermek lelkét megnyugtatja. Tehát csak mi gondoljuk azt, hogy felkavarja, de egyébként nem. Na. Ő saját szorongását kiéli.
Jó, de ez egy ólomszor, abszolút lehet. Tehát, hogy az ólomkatonát is lehet neki, Jancsi és Juliskát, a meghalt, nyugodtan, ezeket nyugodtan. Jó, de mit szóljanak azok a gyerekek például, akik felolvassák a Jancsi és Juliskát, és elvált szülők gyereke, és apukájuk az erdőgazdaságban dolgozik, és jön egy új anyuka, és ők apukájuknál maradtak. Na most, nem arra a félkegyelmű táborról beszélek. Ő az új anyukáját, anyukátok. Nem, valamikor foglalkoztunk ezen a mesetáborral. Hogy elmész, és igen, akkor neked hatszor elolvassák a Jancsi és Juliskát, és akkor te már jobb felnőtt leszel, tehát nem erről beszélek, de hogy ezzel nincs baj. Tehát az Andersen, meg a Grimm, meg ezek jól vannak kitalálva szerintem. Pont a mai ilyen kicsit túl modern mesék az, amiben nincs semmiféle olyan, amiből a gyerek tanul. Na mindegy, hát ez a kötelező olvasmány, de egyszer erről beszélhetünk. Elindíthatnánk valami megreformálási akciót egyébként, hogy legyenek mások a kötelező olvasmányok. Szerintem tök ciki, hogy 80-100 éve ugyanazt kell olvasni. Tehát ez emelsz be? Harry Potter? Vállalhatatlan. Tessék? Harry Pottert rakod be? Azt egy csomó helyen már olvastatják. Magyar kortárs irodalmat szerintem például. Tök jó mesék van. Jóvaró Dánielt. Tessék? Jóvaró Danit. Akár például. Kedves gyerekek, ma Eszterházy Pétertől fogunk olvasni. Igen, a javított kiadás nagyon izgalmas. Igen, előtte olvassátok el a könyvbe, hogy az első részét, és utána a javított kiadást. Nem, hát nem erre gondolok teljesen, de nem jó. Nem jó ez így. Higgyetek nekem. Majd amikor a gyereketek nem akarja elolvasni azt, amit az iskolában a kezébe adnak. És végig szenvedi. A kincskereső kisködmön, meg az ilyen hülyeségeket. Az szép. De na mi? A kincskereső kisködmön, az nagyon szép. Nagyon szép. Enim mucita info. Jó, ne, szívesen, tényleg beszéljünk erről hét után. Tessék? Én az összes során mondom, hogy miért nem jó. De pont azt tanítja. Na de várjál, nem tanít már semmit. De hogy nem. De hogyha azt mondod, hogy a kisgyufáros lány az pozitív, és abból lehet tanulni, akkor a kincskereső kisködmönnel miért nem lehet? Ráadásul annak még van egy pozitív végkicsengése is. Az is. A kis gyufárás lánynak meg semmi. De hogy meghal. Hát az pozitív. Így van. Hagynak egy x éves kis lányt. Farkas törvények uralkodnak, hogy egyébként elhullanak, az erősök tovább mennek. Nem tudtad eladni a gyufát, nem vagy alkalmas az életre. Puff. Ennyi. Hát látod, szakképesítés nélkül van, hogy foglalkozni, az maga a halál. Na jó, majd akkor beszélünk erről három mondatot. Ha valaki úgy érzi, hogy hetek óta ül a MÁV egyik vonatán, késik akkor a vonat, az jól érzi. Akkor az jól érzi, késni is fog. De írja meg nekünk, hogy melyik vonalon utazik, mióta késik az a vonat, mennyit késik az a vonat, mert hogy szeretném majd beszélni valakivel 7 óra után, minden igaz, nyilatkoznak? Nyilatkoznak, nagyon jó. A MÁV-start szóvivőjével, hogy mondja el a késések okát, mondja el a miérteket, és mondja el azt, hogy meddig. Jó, mert nekünk fontosak azok, akik sokat késnek, szegények, és szeretnénk némi lelket önteni beléjük, hogy van remény. Mi tartsanak kíváncsiak, pár hónapot fognak sokat késni. Hát meg talán nem árt az sem, hogyha mondjuk a munkáltatók is hallják a hivatalos verziót arról, hogy az alkalmazottaik miért érnek be rendszeresen, hát, mondjuk fél órával, órával később. De legalább valamilyen szinten ezáltal a munkavállalók védve lesznek. Hát igen, azt mondják, hogy ülj fel egy korábbira, szóval, hogy bizonyos szintig csak igen. Ha lenne korábbi sok esetben. Igen. Na, úgyhogy ha valaki vonatozik, írja meg nekünk, melyik vonaton megy. Jó játék, ahogy állunk? 2-0. Nekünk? Igen. Miért érzem úgy, hogy péntek van mindig, már annyira... Mennél te hétvégézni. Annyira fáradt vagyok. Jó, 2-0, lehet jelentkezni a játékra nyugodtan, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 9 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt mindenkinek. Azt írják sokan, hogy nem jár a metró, de hogy közben már jár. Anna beszélt egy hallgatókkal, vagy egy több hallgatóval, és elindult a metró. Úgyhogy minden oké. Igazából nem is tudom, hogy melyik metró nem jár. Csak írják, hogy megállt a metró, meg nem jár. Melyik metró volt, Anna? A 3-as metró, hogy nem járt. De közben elindult, úgyhogy minden rendben. Na, mit van a játékos? Itt. 2-0. 2-0, megnézzük, hogy kivel játszunk ma. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Hello. Hello Balázs, jó reggel. Hello, jó reggel. Hello, honnan hívsz minket?
Peszent Imréről. Ó, hát akkor Janihoz közel vagy. Majdnem. Majdnem trusszám. Igen, mit csinál, Suli? Hát igen, megyek be. Most vagyok a vonaton. Vonaton? Na, nálad mennyit késik a vonat? Hát még eddig sem ennyit. Jó, ja. Már egy perccel kezd volna indulnia. Hát az jó, hát az még igazából. Az még japános. Az még, azzal még igazából nincs meg baj, el kell felindulnia. Hát igen. Gyerekek, megmondhatatlan eredetű dolgok úsznak a támban. Hogy? Ki csinálta? Arra azért levonnék valami következő. Nem, biztos alól Vera. A tejában. Nem, nem ő csinálta. Ja? Vigyázz, nagyon forró, vigyázz. Júj! Ugye? Én elereszteném ezt a dolgot. Csukd be a szemed, összehúzzák magukat, lemegy az. Na jó. Élőlény volt valaha? Nem tudom. Balázs, szoktál teázni? Mit csinálni? Teázni. Hát néha, jaj. Néha. Oké, kivel szeretnél játszani, Balázs? Veled, Balázs. De én tegnap játszottam. Igen, hagyd a békén szegényt. Jó, akkor legyen a Feri. Erről van szó. Majdnem mondtam, hogy én meg beteg vagyok, de hál' Istennek nem kell. Jó, mondjuk, de neked ment az info, Balázs. Mi ment nekem? Melyik? Az info. Milyen info? Hát Annától. Hogy? Hát nem mondta. Nem. Hát, hogy a Zsuliról. Zsuli. Nem, de majd elmondja, most játszatok, jó? Jó. Oké, jó van. Mehetünk? Ha hagytad magad lebeszélni? Jó. Én ennek örülök, nincs ezzel baj. Jani? 3-2 van fejő. Milyen infót akartál mondani Balázsnak, Balázs? Hát, hogy a Sulival 26-an vagyunk az osztályban. Ja, te most iskolás vagy? Igen, megyek a... Na. Igen. Szép volt, Feri. Hát, haragudj, Balázs. Balázs, ez egy nagyon rövid játék volt. Be jó, belenyúltam. Hát csúnyán, mert ugye el akartad mondani, amit a Balázsnak szántál, és azzal el is terelted a saját magad figyelmét. Így történt a dolog, csak ha elemzést akarsz, hogy hogyan kell játékot veszteni, akkor ez így zajlott. Igen. Balázs, köszi! Hello, ciao! 3-0. 3-0, gyerekek, megvan a hét. Ennyi. Ilyen tisztán, nagyon régen játszottunk, ilyen szépen, ilyen egyszerűen. Tiszta, szép játék. Muszáj most egy kicsit oda csapni, mert nagyon csináljunk belőle egy perfekt hetet? Menjünk végig, 5-0. Persze, fektessük őket le. Persze, hasaltassuk el őket. Tegyük őket térdre, vágjuk őket hanyat. Ennyi. Csináljuk ki őket. Ennyi, kapjuk el őket, alátszuk meg őket. Persze. Mészároljunk le mindenki. 5 perc, pontosan 7 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 7 óra múlt pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani. Hello, Feri. Hello. Akik vonaton ülnek és késnek a vonatok hosszú ideje, nem egy egyszerű késésről van szó, azok küldjék el nekünk, hogy mióta tart ez a dolog, jó? Mert hogy szeretnénk nem sokára fölhívni majd a MÁV Start szóvivőjét, hogy elmondja nekünk, hogy bizonyos vonalokon meddig lehet számítani késésre, miért késnek ennyit a vonatok, és mit tudnak annak ügyébe tenni, hogy ne legyen ennyi késés. Ugye folyamatosan kapjuk az SMS-eket, hogy itt is késnek, ott is késnek a vonatok. Van, ahol már régóta, van, ahol a mostani vágányfelújítások miatt, de hát olvasunk olyan is, hogy évek óta 10-20-30 percet késnek folyamatosan a vonatok. Már az a ciki. A tesek? Az a ciki, mert arra nem nagyon tudsz mit mondani. Tehát, hogy 10 éve újítjuk fel a pályát, hogy mi lehet? Igen, abszolút. Úgyhogy sok mindent meg akarunk kérdezni. Nézzünk előtte még egy-két közlekedési SMS-t, hogy mi a helyzet az utakon. Azt mondja, hogy baleset miatt torlódik az M1-es Győr felé az Óbarok pihenőtől. Ez jött ebben a pillanatban. Ez a 41-es kilométernél van egészen pontosan. Egy személyautó a korlátnak csapódott, és emiatt tartott már a helyszínen is. Ráadásul mindenki menjen óvatosan, mert hogy arra felé állítólag már esik az eső is. A 83-as úton Győr közelében a gyirmóti elágazásnál baleset történt, személyautó buszba szaladt, üdvözlettel István, és Tatabánya az az M1-es autópálya. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy a M5 Inácsi pihenőben Szeged felé ki a KPM kontroll van, ezt a kamionos küldte nekünk, és igen, itt pedig a vonatos SMS-ek. Ismétjára a 3-as metró teljes hosszában végre megy, még ha lassan is, bár a késésemről már nem gondoskodtak Üdv Nuca, és a metropotló buszok azok ugye a Deák téren is mentek, hatalmas dugó van már most,
de elindult a hármas metró, úgyhogy működik, jól lehet menni. Király. Minden oké. Baleset volt, vagy kigyulladt valami, vagy tudunk valamit? Nem tudjuk. Vagy égés, vagy beázás, vagy baleset, nem? Mindjárt a BKK honlapon, nézd meg, már garázdában. Mi van, Mr. BKV? Na figyeljetek, srácok, mondom nekik. Mr. BKV, mondd meg nekünk, hogy mi a helyzet. Azt mondja, hogy ugye, az M3-as metró ismét teljes vonal közlek, köszönjük a türelmet. Ennyi. Akkor csak műszaki okok. Műszaki okok. Műszaki okok. Hát ezek a műszaki okok. Ezek. Az a bármit is jelentsen. Így van. De műszaki okok miatt volt. A Bicskei lehajtó M1-es egysávra szűkül, ott pedig a rendőrök terelgetnek, ez is az M1-es felé van, méghozzá a Győr felé, pontosabban így akartam mondani. Na jó, oké, tehát vonatokkal mi a helyzet? Ugye folyamatosan hallani azt, hogy bizonyos vonalakon késnek a vonatok, és az ember azt gondolja, hogy amíg vágányfelújítás van, meg amit valamit rendbehoznak, megcsinálnak, addig az úgy jó, azzal nincs baj. Azt meg kell csinálni, utána pedig gyorsabban tudnak menni a vonatok. Igen ám, csak hogy nagyon sokszor hallunk olyat, hogy hosszú hónapokon keresztül mindenféle felújítás nélkül 20 percet, 30 percet vagy akár egy órát is késnek a vonatok. Ugye több vonal van, amit egyébként a hallgatóink említenek. Az egyik ez a Vác-Veresegyház-Budapest vonal, évtizedek óta 30-50 percet késnek a vonatok. Vagy pedig kimaradnak járatok, teljesen értelmetlenül. A Vác-Szob vonal, az is, hát ott is szerintem nagyon sokan tengetik most úgy az életüket, hogy folyamatosan késnek a vonatok, és az egy óra késés már nem késés, írja nagyon-nagyon sok hallgató. Cegléd-Budapest nyugati vonalon minden egyes nap 10-20-30 percet késnek a vonatok. Cegléd-Albert és a 18 kilométeres a távolság, és ott már felhalmoznak ekkora késést. Úgyhogy, hát ez érdekes azért, nem? Igen, érdekes is valahol elkeserítő, mert hogy az ember gyakorlatilag úgy nőjön fel, vagy úgy teljenek el évek, hogy soha nem azt hallott, hogy na végre, most már pontosan, és akkor minden rendben van, hanem valahogy egy kicsit ilyen közmondásossá vált ez, hogy a MÁV-nak a vonatai késnek. És valahogy az ember azért olyan nehezen emészti meg ezt a dolgot, hogy az életed részévé kell, hogy váljon az, hogy belekalkulálod nap mint nap, hogy adott esetben nem érsz be időben a munkahelyedre, bele kell kalkulálnod azt, hogy akár retorzió is érhet emiatt, mert szerintem az egyébként, tehát hogy induljál korábban, indulj el egy korábbi vonattal, az szerintem nonsense. Most már, mert ugye itt nem is arról van szó, hogy maguk az indulások eltolódnak, és egyébként ugyanúgy egy óra alatt megy, hanem hogy megy kettő órán keresztül a vonat, most nem tudom pontosan mennyi a menetidő, csak mondtam két ilyen viszonyszámot. Mert akkor egyébként azt csináltad, tudod, hogy a hetes vonat az majd csak 8-kor indul, akkor kimész a 6-oshoz, mert az 7-kor jön. Ugye? Igen. Hát, hogy nem, most már nem ez van, hanem az van, hogy marha hosszan megy a történet. Na most a mesztelen valóság az az, hogy ez a vasútvonal 1840 5-ben, azt hiszem, vagy 46-ban épült. Megnéztem a történetet, és hát az nem most volt. Nem most volt, nyilvánvaló, hogy az évtizedek alatt a felújítási munkák elcsúsztak, megcsúsztak, meg kell csinálni. Na jó, de hát eddig? Hát igen. Na de van, ahol nincs felújítás. Tehát például azt írja nekünk egy hallgató, hogy 3 éve járok be Vecsésről a nyugatiban. A Vecsésről 7:23-kor induló vonat egy héten többször 40 perc késéssel érkezik a nyugatiban, és felújítás nincs a vonalon. Többször írtam e-mailt a MÁV-nak, kb. 50-szer minimum, a válasz probléma van a vonat megfordításával. Albert Irsán így nem tud időben elindulni onnan. De hogy ez mit jelent? Mit a probléma, hogy... Várj, ez úgy van, hogy Budapestről elmegy Albert Irsán, ott van egy ilyen tekerő, azzal megfordítják és visszajön? És az nem, ez valószínűleg azt jelenti, hogy reggelizik a bakter, nem? És azt mondja, hogy jó, mindjárt fordítunk, de nem. Ezt a sonkás tejfölöst még lenyomom. Hogy már lassul, Nikárpi, azt jelenti. Most már sokkal lassabban tudja megfordítani a vonatokat. De oké, hogyha ez így van, és tudják, hogy ez napi problémát jelent, akkor ez miért nem befolyásolja a menetrendet? Akkor a menetrendben miért van ez az optimális körülmények között ti idő? Értitek? Akkor miért nem kalkulálják bele azt, hogy ennyi időbe tart a vonatnak a megfordítása, és ennek megfelelő időpont legyen beírva a menetrendben, mert akkor az emberek is ehhez fognak igazodni, nem? Mondanám, ha ez egy akut probléma. Igen, mondanám, hogy rakjanak be egy ellentétes vonatot, tehát hogy ne kelljen fordigatni, de arra meg nyilván nincs pénz. És egyébként még egy kis mellékzeng a dologhoz, hogy egyébként pedig ideális lenne a vecsésieknek bejárni a nyugatiba ezen a vonalon, ilyen lenne. Pikpakben lennének, tudom, mert én is lőrinci vagyok, ott megy el mellettünk ez a vonal,
zseniális lenne. Tehát, hogy aki például ott lakik Lőrincen, a Feri egy út mentén, az a repülőtér környékén, csak a felszerelésben van egyébként 4 óra 20 perc alatt a Nyugatinál. Zseniális lenne. Lenne. Na, hát ez a dolog, ez egyébként változik, mert hogy fontos változtatásra készülnek a vonattal utazókkal kapcsolatban az Európai Unió bírósága. Méghozzá az, hogy ezt a döntést már meg is hozták egyébként, a dolog érdekes, hogy nem mentesíti a vasúttársaságokat a menetjegyára vonatkozó kártérítési kötelezettségük alól, ha a késésre Viszmajor miatt kerül sor. Még ezt fordítsuk le, tehát hogy mindenféleképpen fizetni kell neki vissza a menetjegyet? Így van, tehát ugye most is van kártérítés, de eddig ugye Viszmajorra nem fizetett. Na most mi a Viszmajor? Az a vasúti társaság ellenőrzési körén kívül eső okokból eredő előre nem látható, mint tudom, elhárítatlan események. Fadölt a körülmények, így van. Hideg időjárás, nagy havazás, mit tudom, az árvíz, a vihar miatt kidőlt fák akadályozzák a vasúti forgalmat, baleset, vagy bármi. És hát ugye eddig erre nem fizettek kártérítést. Viszont most az Európai Unió bírósága azt mondta egy döntés alapján, hogy ezek után is kell. Tehát ezek után is kell. Sőt, mi több, egyébként erről kevesebb tudnak szerintem, de érdemes arról beszélni, hogy 30 perc késés után egyébként már a Mávstart ZRT is fizet általány kártérítést. Aha, igen. Általány kártérítést fizet, és szerintem rengetegen nem tudják, hogy egyébként visszakérhetik a pénzük egy részét, természetesen a megfelelő iratokat adják be. De nézd, hát ha nincs más megoldás, és az emberek elkezdik visszakérni a pénzüket, akkor rájönnek, hogy ez előbb-utóbb nem kifizetődő, és érdemes lenne valamit csinálni. Persze, nem? Ugyanakkor viszont azért ezt valljuk be, hogy ez édes kevés. Tehát, hogy ez a minimum. Tehát az, hogyha te gyakorlatilag nem azt a szolgáltatást kapod, az egyébként nem kevés pénz. Ezért érdemes hozzá, érdemes utána nézni, hogy mennyibe kerül például egy MÁV éves bérlet. Többféle árkategóriák vannak annak megfelelően, hogy mondjuk magánszemély, hogy cégvásárló, stb. De hogyha te a MÁV miatt elkésel, az a minimum, hogy visszaadják a jegyárat, de ettől függetlenül te nem vagy mentesítve az alól a kár alól, amit mondjuk a késés miatt szenvedsz el. Persze, adott esetben te fél órát késel, a kezedben. Tegnap, de ez a minimum. Tehát, hogy egyik RTL-es kollégával beszélgettem tegnap, aki rendszeresen befele jár ugye vonattal, azt mondja, hogy ő fél órás késés után 2000 forint bérlevonást kap. Bent. Most akkor ki vagy segítve azzal, hogy visszafizetik a jegynek és a tárát, vagy járának egy részét. Mert egy idő után elköszönnek tőled, ugye? Tehát nem érzve minden nap 8-ra, hanem mindig 9-re. Egy idő után azt mondják, hát akkor nem kell jönni. Tehát ha a beígért szolgáltatást nem kapod meg, az a minimum, hogy visszafizessünk. Na mindjárt megkérdezzük ezeket, itt van a MÁV Start szóvivője, Szabó Anett. Hello Anett, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Hello! Jó reggelt. Kezdjük el az Európai Unió bírósági döntéssel, az Európai Unió bíróságának a döntésével. Erről hallottatok, hogy ezen túl fizetni kell, nem csak a Viszmajornál, vagy hát a Viszmajorra vonatkozóan is? Igen, tudunk róla, hogy született egy ilyen bírósági ítélet. Jelenleg ez a bírósági ítélet egyelőre nincs összhangban a jogszabályi környezettel. Tehát az Európai Unió utasjogi rendelete és a hazai kormányrendelet szabályozza nekünk azt, hogy mely vonatok esetében és milyen mértékben kell visszatérítenünk vonatkésés, vonatkimaradás, csatlakozás, mulasztás esetén. És ez változást hozhat ebben a rendszerben, ahogy említettétek azt, hogy Viszmajor esetén sem mentesülünk az általány kártérítési kötelezettség alól. Ugye ez azt jelenti, hogy picit pontosítanám az eddig elhangzottakat, hogy a feláras vonatok esetében van erre kötelezettségünk, tehát azoknak a vonatoknak az esetében, amelyeknél a menetjegyen felül még pót és helyjegyet, vagy pedig pótjegyet kell még vásárolni. Egyébként az utasjogi rendelet 60 perctől teszi ezt kötelezővé. Mi pozitívan eltérünk ettől, tehát mi 30 perc késés esetén már visszatérítjük a menetjegy 25%-át. Ezzel kapcsolatban, bocsánat, még egy mondat, ezzel kapcsolatban, tehát hogy a bírósági ítéletet hogyan és mikor, milyen mértékben kell nekünk figyelembe venni, szükséges egyeztetnünk a Nemzeti Közlekedési Hatósággal, a minisztériummal, és természetesen figyelembe veszük az Európai Unió társvasutainak is, tehát a tagvállalatok vasútársaságainak is az álláspontját és hozzáállását. Jó, rendben. Ez mit jelent, hogy például késik a vonat? Ugye rengeteg késés, majd kérdezek mindjárt konkrétumokat. Akkor az ember bemehet a pénztárba, és mondjuk 14 napig visszakapja a pénzét. Tudom, hogy mit kell bevinni. Igénylőlap, eredeti menetjegy, pót vagy helyjegy. De hogy visszafizetitek a 25%-át a jegyárnak?
Így van, ezt lehet igényelni a pénztárban is, de ezt nem kötelező rögtön a vonat beérkezése után, mert ezt megtehetik az utasok az ügyfélszolgálatban. Ez mindenkinek jár, vagy erről ezt ti eldöntitek, hogy kinek adjátok meg, kinek nem? Vagy ez alanyi jogon, 25-60 percet késik a vonat, bemegy, igényli, visszajár a 25%. Igen, ez alanyi jogon jár minden egyes olyan utasnak, aki feláras vonattal utazott, és benyújtja ezt az általánykártérítési igényét. Amit az előbb említettetek, hogy további kára származik abból esetleg egy munkahelyi probléma, ami egyértelműen a késésre vezethető vissza. Ez már a kártérítési kategória, ami nem automatikusan jár az utasnak, hanem azt a jogászaink minden egyes körülmény, minden egyes irat figyelembevételével bírálják el. Tehát ez két külön kategória. Az általánykártérítés, amikor a menetjegy bizonyos százaléka, 25 vagy 50 százaléka jár vissza az utasnak, alanyi jogon, hogyha beadja, tehát ott nem bírálunk el semmit, és ezen felül még van a kártérítési kategória, ahol a jogászaink döntenek. Na, nézzünk egy-két konkrétumot, arra kértük a hallgatóinkat, hogy írjanak olyan vonalakról, ahol rendszeres a 30-40 perces, vagy akár 50 perces késés. Hát én ezt 7:30-ig tudnám sorolni igazából. Vác-Veresegyház-Budapest vonalon hosszú-hosszú ideje 30-50 perc. Budapest-Székesfehérvár vonalon minden nap 10-20-30 perc a késés. Cegléd-Budapest-Nyugati vonalon minden egyes nap 10-30 perces a késés. Cegléd-Alberti és a 18 kilométeres távolság nem érti. Nyugati Vác-Szob vasútvonalon reggelentén 30 perces késés. Az állandó délután visszafelé 1-2 óra a késés, vagy több. Szóval, hogy mi az oka tudja ezt az ember ilyen nagyon prózaian kérdezni? Vagy kiemeljünk egyet-egyet? Azt is lehet, mielőtt bármelyikre kitérnénk. Talán elsősorban most a váci terület az, ami a leginkább neuralgikus pont lehet a késések tekintetében. De még mielőtt erre rátérnénk, nagyon szívesen válaszolok részleteibe menően is. Hadd mondjak el egy statisztikát, nem mentesíteni akarom magunkat, de egy picit védeni. 730 ezer vonatot közlekedtettünk le januártól szeptember végéig. Nagyon pontos statisztikákkal rendelkezünk arról, hogy menetrend szerint közlekedtek ezek a vonatok, vagy voltak késésük, hiszen az állam felé mi nekünk el kell számolni közszolgáltatási szerződés alapján ezzel. 81% pontosan közlekedett menetrend szerint, mert én elismerem, hogy nagyon zavaró és kellemetlen tud lenni egy késés, de messze nem annyira szomorú ez a helyzet, mint ahogy most az SMS-ekből látszik. De mégis ezt írják a hallgatók, hát azért ez jelent valamit, hát azok írják nekünk, akik naponta vonattal közlekednek. Hát tehát azért ez mutat valamit, hogy felsorolnak egyből 8-10 olyan vonalat, ahol naponta 10-20-30 perces késés van. Hát ez számomra ez elég szomorú statisztika. Ebben a 700 ezerben benne vannak a tehervonatok is, hogy azt is... Nem, ezek a legközlekedett személyvonatok, igen. Egyébként, ahogy az előbb hallottam... De bocsánat, amit mondtál, hogy a 20%-os késés az egyfajta hiba százalék? Vagy ezt nem teljesen értem? Nem mondtam ilyet. Én azt mondtam, hogy 81%-uk közlekedett pontosan. Azaz 20% az késett. 19%, igen, így van. 19%. Hát azért az egy jelentős százalék. Ugye ez a pohár félig van vagy üres, de hát azért ha azt nézzük, hogy a közlekedő vonatok 20%-a késik, akkor a csorbul az az érdem, hogy 80% odaér pontosan, nem? Elsősorban az elővárosi vonatokra, az elővárosi területre kell ilyenkor gondolni. Vannak természetesen olyan külső tényezők, ismételten nem mentesíteni akarom magunkat, de vannak olyan külső tényezők, amelyeket egyszerűen nem lehet elhárítani, és vannak olyan tényezők, amelyeknek az elhárításáért tehetünk, de nem tudjuk megakadályozni. Mindjárt mondok példákat. Ebben az időszakban, például ebben az őszi időszakban a falevelek lehullása okoz gondot. Ott vannak a sineken, csúsznak a fémek egymáson, hosszabb menetidő szükséges ahhoz. Na jó, de más országban is hullik a fa azért, nem? Tehát most én ezt értem, inkább a rossz állapotú sineket tudnám elfogadni. Az, hogy hullanak a fák, hullanak Ausztriában, hullanak Hollandiában, hullanak mindenhol. Tehát, hogy én értem, hogy hullik a fa, persze. Ezek a vágányfelújítások, ezek a vágányzárak, amely pont most például a Váci vonalon jellemző, és azt gondolom, hogy a legtöbb SMS a Váci vonallal kapcsolatban. Sok jött, igen, igazad van. Ez elsősorban a pályafelújítási munkálatok miatt van, tehát ott pár hete, két hete elindult egy pályakorszerűsítés, állomáskorszerűsítés,
és bizonyos szakaszon egyvágányú a pálya, a Váci állomásnak csökkent a kapacitása. Ez egy nagyon nehéz időszak. Egyébként november 22-től már könnyebb lesz folyamatosan. Ez hosszú ideig tart el ez a felújítás, de november 22-től már könnyebb lesz. De csak hogy a mai éjszakát említsem, a Váci vonal tekintetében volt egy felső vezeték szakadás, amit az éjszaka folyamán megjavítottak a szakemberek. Ez több órás késést, vagy több órán keresztül okozott késést. Utána ettől teljesen függetlenül volt egy biztosító berendezés meghibásodás, amit szintén még éjszaka javítottak. Jó, persze, természetesen ezek benne vannak. Azt hagyd kérdezem meg, hogy még a kártérítésekre vonatkozóan, hogy a teljes jegy és a felár 25%-a, vagy csak a kiegészítő, vagy pótjegy 25%-a? Nem, a teljes jegy, tehát a több ezer forintos jegy és a pár száz forintos pótjegy. Bérletesekkel mi van? Ott hogy határozzák meg? Ott is van visszatérítés? Nekik is, igen, természetesen van visszatérítés. A teljes áru bérletnél, tehát a dolgozói bérletnél a teljes áru menetjegyet kell az adott utazásra alapul venni. Uh-huh. Egyébként az előbbiekben elhangzott az, hogy a munkahelyeknél lesz problémát okoz, hogyha valaki megérkezik az állomásra, ott kérhető igazolás a késésről, és már több iskolával annyira jó működő kapcsolat van, hogy ők már nem is kérik a diákoktól ezt az igazolást, nem kényszerítik arra őket, hogy ezzel további időt veszítsenek, hanem van a honlapunkon egy vonatinfo rendszer, és ott lehet látni a közlekedő vonatokat real-time, hogy van-e késésük, egyszerűen megnézik az iskolában, és tudják azt. Igen, önmagában ez, bocsánat, hogy szabad vágok, önmagában ez nagyon jól hangzik, hogy van egy ilyen igazolás, csak ugye a munkáltatók nagy része az arra vár, hogyha mondjuk 6 órakor kezdődik valakinek a munkaideje, akkor 6 órakor fel is vegye a munkát. Tehát, hogyha most fél órával vagy egy órával később ér be, és mondjuk az előző műszakosnak ezért tovább kell bennmaradnia, annak az embernek a túlóráját ki kell fizetnie, illetve valaki egy órával kevesebbet dolgozik aznap. Tehát, hogy igazából a munkáltató ezzel nem tud mit kezdeni. Ezzel az igazolással, mert kára származik a késésből. Én azt gondolom, hogy mindenkinek, nekünk is, és az utasoknak is mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy rendben legyenek ezek a dolgok, és mindenki a saját dolgaiért felel, mi mindent megteszünk. Már az utas mint tegyen, ezt hogy érted? Menjen ki korábban egy picivel? Hogy érted, hogy az utasnak is mindent meg kell tenni? Azt nem értem. Az utas kiszolgáltatott, áll a megállóba, várja, hogy a MÁV fölvegye, elvigye A-ból B-be, hogy mit csináljon az utas. Negyed óránként, én azt gondolom, hogy ennyire nem tragikus a helyzet, negyed óránként, 20 percenként, 25 percenként, 30 percenként indulnak a vonatok az elővárosi közlekedésben. Hogyha egy vonat késik, vagy esetlegesen kimarad, akkor jön a következő, arra föl lehet szállni, a lehető leghosszabb szerelvények közlekednek, tehát amit a peronhosszok megengednek. Még van olyan vonat a Váci területen, ami amíg annál is hosszabb, és külön engedélyeztetni kellett, hogy így közlekedhessünk. Tehát mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy komfortosan és időben el tudjuk szállítani az utasokat, és ez a nagyon sűrű vonatközlekedés, pontosan ez hat egymásra, tehát hogyha egyik vonat késik, akkor már a másik vonat elindulására, közlekedésére is hatása van. Hát ez nagyon igen, sűrű az utasoknak azért, persze ezt értjük, hogy sűrű a menetrend, de hát az utasoknak azért ez nyilván sovány vigasz, hogy azért késik, mert közben a másik pont az utasok felé ez egy olyan nézzük még egy-két konkrét kérdés, bocsánat, a Veresegyházi vonalon ott járnak pótlóbuszok? Ezt nagyon sok hallgatón kérdezi például. Egy bizonyos szakaszon, egy rövid szakaszon nincs vonatközlekedés, de amúgy Szób és Budapest között van vonatközlekedés. Göd, vannak olyan vonatok, amelyek nem közlekednek Göd Vácig, csak Budapest nyugati és Göd között, és ahogy említettem, ez a Göd-Vác közötti kétvágányú pálya helyetti közlekedés, tehát az egyvágányú pályás közlekedés, ez megszűnik november 22-től, és könnyebb lesz a helyzet. És a pótlóbuszok járnak? Azt kérdezi itt egy hallgató, igen, a Veresegyházi vonalon igen. Például? Igen. Még egy másodpercre visszatérve erre a bizonyos 20%-ra, amit említettél, hogy az a 20%-os késés, azt megvizsgáltátok, hogy ez a 20% mely vonalakon jön létre? Tehát, hogy mindig ugyanazokon a vonalakon van a késés, és ebből adódik össze a 20%? Igen, folyamatosan vizsgáljuk, és erről nagyon pontos statisztikák vannak, és például a Váci vonalnak a felújítása azért vált szükségessé, mert ott ez jellemző volt, tehát egyszerűen már nem lehetett ezt tovább halasztani. A Budapest Székesfehérvár, illetve a Kelenföld Székesfehérvár szakaszra hallottam még az SMS-ek révén panaszt, ott is pár hete került átadásra
a szakaszot, még a biztosító berendezés finom hangolása zajlik. Tehát voltak, vannak ilyen vonalak, az esztergomi vonal is ilyen volt, ott is pálya felújítás zajlik, tehát azokat újítják fel, és azokon történnek korszerűsítések. Igen, ha pályafelújítás van, az nem baj, csak ez a 20% ez ugye azért érdekes, mert mindig az én vonalomon késik, akkor az nekem nem 20%, hanem 100%. Tehát, hogy ugye magyar viszonylatban 20%, de annak a 20%-nak, akinek minden nap késik, annak viszont 100%. Illetve az elővárosi közlekedést elsősorban pont az ingázók veszik igénybe, azok, akik nap mint nap járnak be dolgozni, illetve aztán haza. Egy nagyon nehezen megválaszolható kérdés, Anett, hogy mi lesz télen? Télen is. Télen is nehézséget okoz, igen, valóban az időjárás és a fagy és a hóátfúvások. Ez is egy olyan külső tényező, amellyel nem tudunk mit tenni, és amelynek az elhárításán tudunk csak dolgozni. Ez folyamatosan és minden évben problémát szokott okozni. Ez nagy kihívás elé állítja a vasútársaságot. De hát ahogy eddig is említettem, mindent megteszünk annak érdekében, hogyha történik egy probléma vagy nehézség, akkor minél hamarabb elhárítsák azt a szakemberet. Hát nagyon drukkolunk akkor. Ezeket a kérdéseket szerettük volna föltenni, mert minden reggel kapjuk az SMS-eket. Reméljük, hogy egy picit segítettünk azon hallgatóinak, akik vonatoznak. Anett, köszönjük szépen, jó munkát nektek, kitartás. Köszönjük. Köszönjük, Szabó Anett, a Mávstart szóvivője. Nincs könnyű helyzetben menteni, ami menthető, nem? Nincs, szegény. Ez a faleveles sztori, az kemény. Hát nézd! Olyan nehéz egy vonat, egy falevél, meg olyan könnyű. Tessék? Olyan nehéz a vonat, a falevél, meg könnyű, gondolnám, nem akadály. De lám ez is. De legalább újítanak, dolgoznak ez rajta. Ez jó, az, a felújítás, az korrekt. Mindenféleképpen jó. Hát drága hallgatóink, tessék Klassz FM-et hallgatni, addig zenét hallgatni, relaxálni, picit előbb indulni. Tegyen meg mindenki mindent, ahogy Anett is elmondta, ennyit tudtunk segíteni. 8:08, pontosan 3 perccel jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. Ez itt a Morning Show. 3:48, pontosan 1 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. A MÁV-val foglalkoztunk itt a hírek előtt egészen sokáig, próbáltuk kinyomozni, hogy mi a csúszások oka, a rendszeres csúszások oka, egyszer-egyszer nyilván ez belefér, de hát hosszú évek, évtizedek óta azért itt igazából ez a dolog nem megy. Ugye? És hát rengeteg hallgatóval találkozunk idézőjelesen naponta, akik írják nekünk, hogy itt késik, ott késik, órákat várnak, óránként egy vonat indul, rengeteget késnek a vonatok. Fölhívtuk a MÁV Start szóvivőjét, hogy mondja el nekünk, hogy mi a helyzet. Hát szegény, ugye, hát ő most mit tud mondani? Nem könnyű. Tehát azért mondok... a faleveleket, meg egy csomó mindent, de hogy... Hát figyelj, de most tényleg úgy csinálunk, mint hogy viccelnénk ezzel a dologgal, de hát itt is előjön az, hogy a skandináv országok miért vannak előrébb, mint mi? Mert ott egy csomó örökzöld van. Igen. Érted? Azok nem hullatják a leveleket. Tök jó. És Japánban a cseresznyefa? Izé. Igen. Nézzük egy-két SMS-t még. Az a baj, hogy a 19%-os késő vonatokon utazik az utasok 81%-a. Esztergom Budapest között miért csak óránként megy a vonatpótlóbusz? Előváros, írja egy hallgatónk. Aztán, srácok, csoda történt, nézzünk egy jót is, menetrend szerint pontosan ebbe a vonat a Nyugatiba. Ez Gyagyus küldte nekünk. Igen, ez a Váci vonal egyébként, és egészen pontosan megérkezett. Az is jó. Az is jó. A 15-20 perces vonatindulásokat említett a hölgy, van, ahol egy óránként járnak csak a vonatok, tehát hogy ez sem feltétlenül mindig igaz, írják nekünk a hallgatóink. Jó, hát ez van. Igazából nem, nagyon sok mindent tenni nem tudunk, beszélünk róla, és próbálunk azzal segíteni, hogy megszólaltatunk ilyen embereket, akik elmondják, hogy egy-egy vágányfelújítás mondjuk meddig tart. Az jó, hogy vannak vágányfelújítások, és ott már gyorsabban lehet haladni. Tehát nézzük a jó oldalát, nem? Azok kellenek, és azok, meg az népesítsük be az Alföldet, ott kevesebb a fa. Igen. Na, megnézzük, hogy ki a ma reggeli játékosunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szavartak szép arcok! Hello, Jani! Igen, én vagyok itt a Jani. Nem, én vagyok itt a Jani. Jani. Még ha Jani hangja van, nem is olyan, mint szokott lenni. Jani, honnan hívsz minket? Jelen pillanatban Keresztföld vasútállomásra. Honnan? Keresztföld vasútállomásra jelen pillanatban. Vonatra vársz? Igen, a sajátomra. Na, tényleg? Mozdonyvezető vagy? Igen, úgy tűnik. Hát ez jó. Vagyok, igen. Mióta? Ja, 23 éve.
23 éve. Kicsit tudsz hangosabban beszélni, mert elég rosszul hallunk. Ki vagy hangosítva, vagy headset van a fülkébe, vagy? Én muszáj headsetről beszélnem, de tudok hangosabban beszélni, így van. Van a mozdonyvezetői fülkébe Bluetooth, vagy headset, vagy ki tudod magad hangosítani? Technikailag már ott tartunk, így van, egy simán van. Te jó. Az tök menő. De most a... Rájj, akkor fülembe veszek a telefon. Az jó lenne, mert semmit nem hallok belőled. Na most itt vagyok. Na. Jól van. Figyelj, nem fogsz miattunk késni, ugye? Nehogy ránk fogjátok. Én már nem van áll a vasútnál dolgozok, én tehermalazos vagyok, úgyhogy nem vagyok benne abban a 20%-ban sem. Ja. Aha. A tehervonatok egyébként a vasúti közlekedésben elsőbséget élveznek a személyvonatokkal szemben? Dehogy, nem? Van egy fontossági sorrend, a tehervonat a leghátsó, így van. A tehervonat a leghátsó. Nincs ködbér? Hát azért ez nem pontosan így van, de alapvetően nincsen ködbér, így van. Tehát ez a 20 perces késés tehervonatnál nem létezik, tehát itt órákban és napokban kell gondolkodni az esetben. Hát az gondolom olyan, mint a kamionozás, nem? Hogy ott egyszer csak beálltok, vártok, mentek tovább, tehát ez nem egy egyszerű dolog. Így van. Akkor romlandot nem szállítasz. Nem. Ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy meghallgatjátok esetleg. Hát tulajdonképpen ti is a startot kérdezitek, de hát mármint személyszállítási illetékes, de hát ugye a pálya az nem a start dolga. Tehát ugye a késések jelentős százalékát, amiről a hölgy is beszélt, nagyon tündérvilágtál volt az a hölgy, ilyet a pálya. A pálya meg nem a start dolga, ugye már külön vált önálló cég, ugye a pálya vasút is, ugye állami dolog. De hát ezzel kapcsolatban például, tehát így milyen szintű felelősség, például a 120-as vonalon ugye Békés Csaba felé elkezdték felújítani a pályát. Gyománál megcsináltak gyönyörű szépen, majd elkezdték az idén felbontani, mert nem tettek Gyománál, vasúti aluljárót nem építettek, most építenek egy aluljárót. Na, hát de most miért nem tudjuk ennek a jó oldalát nézni, hogy lesz ott aluljáró? Hát miért kell menni a rossz oldalát nézni? Nincs ezzel baj. Jó, mi erről már eleget beszéltünk, úgyhogy szerintem játszunk. Jó, mutatjuk, hogy mit csinál Ove bácsi, Beru néni, figyelj. Ez nem a Lát Budapest. Vonatoznak. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Jó Isten. Ez a bánatba. Figyelj, ez az év egyik legnehezebb feladványa szerintem. Bánatos. Mutatjuk még egyszer, jó? Figyelj. Atya Isten. Minden lesz könnyebb. Ezt szerintem nem fog menni. Jó, most lesz könnyebb, kivettük a bögrét, hát ha most sikerül. Na, hát ha most ez meg lehet. Nem, telefonon kívül, mert teljesen másképp hallatszik. Általában, amikor rádióban hallgatom, könnyebben ki tudom. Nem, hidd el, ez telefonban is nagyon szörnyű. Márhogy rádión is. Mutatjuk az eredetit, jó? Ez lett volna. Egy kis Sinéad O'Connor. Ez egy jó szám. Egy fej közeli van, szinte az egész klipben, ahogy kopaszan, rövid hajjal ezt elénekli. Szabad fordításban a vonat nem vár, elindult már. Nincs ajándékcsomag, Jani, köszi. Köszi, ciao, hello. Eseménymentes. Ez egy jó dal volt, jó nem? Volt. Hát ez volt a mező nagy sláger, amiről berobbant. De volt más is neki? Há, volt még egy-kettő, nem? De olyan ilyen nagy kaliberű dal már nem volt. Igen, ennél nagyobb slágere csak az volt, amikor szétírta a pápa képét is. De tényleg. Azt megcsinálta. Azt megcsinálta, igen. Nagy nyilvánosság. Valami helyi vallásnak a papnője. Mi kell, táj? Azt hiszem. Tényleg? Kelt a papnő? Igen. Beszippantották a kelták? Igen. Igen? Aha, kelt a papnő. Ezzel foglalatoskodik. Hát nézd, a lemezipar nem ment, valamit keresni kellett. És elment kelt a papnő. Igen. Ez nem is tudtam. Na jó van, várunk közlekedési híreket, jó, hogy mi a helyzet az utakon. SMS számunk 06 745 00 7 perc múlva 8 óra, jövünk a hírek után. 8 óra múlt pontosan 9 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. A 61-esen újra lehet közlekedni, elszállították a roncsokat, üzeni Laci, és a 4. kelet Baros utcában Fehér Asztrából mérnek. Indexel, mintha parkolna. Nem hiszem el. Ezt találták ki. Nagyon most. Nagy műsor. 4. kerület Baros utca Fehér Asztrából mérnek, indexel, mintha parkolna. Figyelem, mostanában ide szoktak állni, így. Svert küldte ezt nekünk. Ezt még nem hallottam, ezt a trükköt, ez nagyon nagy. Biztos, hogy van valami trükkosztály, ahol folyamatosan azon dolgoznak, hogy újabb és újabb trükköket hagyalnak. Brainstorming, gyerekek! Ez óriási, indexelnek. Ezt nem hallottam még, ez szellemes, ez bírom, ez jó. De nem kell gyorsan menni, ugye? Ennyi. Tulajdonképpen, tényleg.
úgyhogy ezzel nincs baj, de ez az indexelés, ez trükkös. Ezt nem ismertem. M7-es 142-es kilométerénél van egy trafing, úgyhogy mindenki lassítson, valamint a 4-es út Debrecen és Ebes között útépítés miatt áll, kerülje, aki teheti, Pistike üzeni. Dozsa György út lassú, de nagyon negyertek erre, szeretnék végre beérni, Bankos Kriszta üzente ezt, és az új nullás az M3-as irányában az Üllői kihajtótól beállt, mint a szög, üdv Zsolt. Sávzárás okoz torlódást az M3-as felé az M0-as 42-es kilométerénél, és a Szentendrei út befelé kezd elesni, a Mozaik utcánál áll a sor vége, írja nekünk T. Na mi van? Hogy vagy? Javulsz? Hát nem jól, hát hallom. Fene tudja, nem, annyira nem jól. Egy kedves hallgató írja, hogy mi történt, hogy magasabb a hangom, kasztráltak? Nem, nekem most mélyebb a hangom, tehát nem kasztráltak. Szóval eltávolítottak néhány herét, hanem hozzáadtam most már három herét. Igen, most kaptál egy hátizsákot. Igen, de miért a homlokodon? Most jönnek a bölcsességek, hogy egyél mézet áfonyával, meg kalmopirinnel, meg mézeset fokhagymával. Úgy szeretem ezeket a népi bölcsességeket. Az esetek 80%-ában semmit nem ér már, sajnos. Mert hát tavaly volt a tesztünk, emlékeztek, amikor itt Anna áztatott különböző dolgokat. Mézben retek. Fekete retek, ja, volt. Fekete retek volt, igen. Jó, és hogy egyébként tényleg. El is fogom venni, mert nekem az bejött a múltkor. És van nálad? Nincsen, de majd veszünk. Ja, azt hittem, hogy előveszem. Mindig, mindig van nálam másfél kiló fekete retek. Igen. Az egyik kedves hallgató írja, hogy Sünike, hogy a férjének mindig nyeles kalmópirint ajánl ilyenkor. Úgyhogy, de hát az rajtam, tudjátok, nem segít. Ezek a gyermekkorunk nagy klasszikusai, ezek a gyógyszerek, nem? A 1000 éves. Tehát, hogy az összetevő reméljük valamennyit változtattak, mint a kalmópirin. Vagy emlékeztek a Vitakolán nevezető narancsízű... Behez, de én szerettem. Vitakolán emulzió. Vitakolán emulzió. Ilyen narancsos íze volt, és ilyen kanállal adták. És milyen jó adták. Volt? Nem tudom, azt hiszem, hogy az nem köptető volt, mert a köptetőnek egy ilyen fanyar, kicsit mentolos rossz íze volt, az valami ilyen vitaminkoncentrátum volt. De nagyon fincsi volt, én arra rájártam úgy is, hogyha a éppensége nem volt otthon semmilyen desszert, és simán ettem belőle egy-két kanállal. Narancsízű volt, emlékszel? Nagyon kellemes volt. Ami borzalmas volt, ez az Erigon nevű kanalas orvosság. Én sírt, amikor beadta nekem. És amikor, borzalmas volt. Amikor faringoszeptet kellett szopogatni, arra emlékszel arra például? Aha. És mi volt a sárga színű, ami ilyen nagyon édes volt, az is ilyen kanalas orvosság. Sárga, az volt a Vitakolán szerintem. Az volt a Vitakolán? Szerintem igen, az de volt a Vitakolán. Nem narancsos volt, az ilyen vaníliás. Volt egy olyan is. Vagy anyám a tojáslikört adta, hogy egyet. Hát akkor még nem tudtad beazonosítani az arcot. Se a vaníliát, se a narancsot, hiszen egyik se jutott az asztalra. De egyébként mi van, hogy tudom, hogy te nagy sporolós vagy, hogy nem fűtötök, azért fáztál meg? Most azért bekapcsolhatjátok a gázt, ne legyél szigorú magadhoz. Hát éjszaka most már lassan mínuszok vannak. Igen. Két hete fűtünk. Úgyhogy... De hogy csukjátok a bejárati ajtót egyelőre? Nálad a gazdaságos ütés van? Vagy mi nem, van? Elfordítom az ágyat, és a virág felé lehelek alvás közben. 8-tól 10-ig mindenki jóga légzéssel beleheli a nagyszobát. Egyébként a tegnapi napot is együtt töltöttük, és már tegnap is nagyon szörnyű hangod volt. Tegnap Tiszabúrán forgattunk. De szép hely. Tiszabúrán. Utána jártunk a tiszabúrai szellemjárásnak. Hát a végeredmény az több, mint abszurd. Hát, hogy azt érdemes lesz megnézni. Hát van szellem. Van. Gyerekek. És van egy saját olvasatunk is. Ezt is leforgatunk tegnap. Hát... Igen. A tiszabúraiak 80%-a, vagy 90%-a hisz abban, hogy abban a bizonyos házban szellem járt. Elmentünk Tiszabúrára, megkérdeztük őket, hogy nyilatkozzanak. Templomba jelmentünk, és néztük, hogy hol van a szellem. Úgyhogy, és ezt vasárnap este meg is mutatjuk, hogy bizony. Mi lett ebből. Aztán elmentünk mi szellemet keresni. A település legszélső házsorait is meglátogattok. Nyilván értitek, hogy mire gondolunk, és hát ott azért elég nagy feltűnés keltett Balázs. Imádtam. Imádtam. Én amikor már kiszálltam, mondtam neki, hogy az lesz az első, hogy kiszállok az autóba, és elkiáltam, hogy itt a Balázs! Zseniális volt. Jöttek? Pici, apró Tiszató mellett találtuk, is falucskáról van szó. Hát megállt a mikrobusz, már 10 km a falu előtt már mindenki kiszúrta, hogy ez egy idegen jármű. Tehát, hogy itt ilyen típus nem jár. Megálltunk, és egy percen belül tele az utca. Egy percen belül. Óriás dumák voltak. Kijönött abba a kocsiba. Ja, na az a providentes. Óriási duma. Ott a providentes évi. Kicsoda, hát a providentes évi. Hát fölvettem tőle 50 000-et, de nem adom vissza neki. Írdatlan dumákat nyomtak. Óriási volt. Nagyon óriási volt, és mindenki hisz a szellemben. Mindenki. Ne felejtsük el, hogy mindenki hisz a szellemben. Úgyhogy, hát hogy találtunk-e, vagy nem, az kiderül. Igen, de... Ennyire hisz benne. De utána jártunk a tiszabúrai szellemnek. Hát és a végeredmény nem lesz gyenge.
Hát gyakorlatilag 9:30 körül fejeztük be. De azt már nem mondtam. De ezt nem mondjuk el, azt érdemes lesz megnézni, mert... Igen, érdekes. Megint történelmet írunk, először is utoljára. Szerintem ilyen anyag soha többet nem lesz kereskedelmi televíziózásban. Nem, 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 kirúgnak. Igen. Na jó van. A többit majd vasárnap este. 9-kor ilyen. Rohadt ideg volt abba a pincébe. Ott fáztál meg. Na, nézzünk egy-két komoly statisztikát. 4-ből 1. Négyből egy késik? Nem, négyből egy. Nem késik. Ne csigázz tovább, mi lehet ez? 4-ből 1. Ennyien tárolnak intim fotókat vagy videókat az okos telefonjukon. Egy szoftverbiztonsággal foglalkozó cég mai jelentése szerint a mobilhasználók 25%-a tárol rendszeresen intim, erotikus vagy pervers képeket vagy videókat a telefonján vagy a tabletjén. Ami meglehetősen magas szám ahhoz képest, hogy a megkérdezetteknek mindössze 36%-a érezné biztonságosnak, hogy banki egyenlegét mobil eszközéről kérjék le. Na most, ha egy szoftver biztonsággal foglalkozó cég mondja, hogy a mobil használók 25%-a tárol rendszeresen intim, erotikus vagy pervers képeket, ők ezt megkérdezték, vagy lekutatták? Nem, ezt csak megnézték. Nem minden, egy ugye? Otthonról. Hát simán egy ilyen iPhone-ba úgy hatolsz be, mint kés a vajba már, simán feltöröd. De ez tényleg vicces, hogy nem hiszel egyébként a mobilod biztonságában, ezért nem kérsz le banki adatot, de a képeket ott tárolod. Ezredesről a kép meg ott van. Tessék, Anna, Jani, Feri, én, ugye? Ez négy. Akkor négy ember közül valakinek van statisztikai törvényszerűség alapján. Jani? Tehát valakinek van. Volt. Na! De mi miért törölted le? Azért kellett letörölnöm a Dandár tábornokot, mert a virág előszeretettel játszhatozik a telefonommal, és nem akartam, hogy ráakadjon. De várjál, beszélj meg valamit. A női képeket én értem. Ha te kapsz a feleségedtől, a barátnőttől, vagy bárkitől te erotikus képet, az oké. Okay. De hogy egy pali egyébként mit tárol? Vagy egy nő mit tárol a palijáról? Engem inkább az érdekelne. Tehát mi pasik? Mi, hát a nő... Mit tudunk küldeni? De érted? Érted, de hát amit most mondtál, a barátnőd, a feleséged... Elküldi. Küld magának. De az oké, de az tök jó. De neked vissza kell küldeni a 100 000-est. Na de várjál, de pont ezt akarom elmondani. Egy nő, mit tudom én, fölvesz egy szép, fehér neműt, combfixelt, pucsit egy brutálisat, valahogy lefotózza magát, szerintem az egész kicsit ugyanakkor nyomorult, de jó. Vagy csak sejtett valamit. Vagy csak éreztett valamit. Vagy olyan ruhában van, vagy csak befotóz a bugyi alá, vagy mit tudom én. De te felveszed a kis ormányos világító foszforeszkáló boxer alsódat, ott állsz okniban a nagy szobában. Tehát egy pasi mit küld el, ha nem azt? Érted, mire gondolok? Hát tehát, hogy milyen erotikus képek vannak pasikról női magyar telefonokban? Mit küldesz el? Pucsit, azt egy nőnek iszonyatosan nagy az eszköztára, nem? Hát rengeteg mindent tud, csak egy pici mell látszik benne, ül a kádban, mit tudom, habzó, vízben, és csinál róla magáról egy fotót, elküldi, hogy édesem, itt várlak, hát, gyere haza, kész a fürdő. De, jó, de te beülsz egy kád forró vízbe, nagyon nyomorultul, és te elküldöd? És a kapitán kikémlel a habok közül. Igen, és van egy periszkópod, meg egy Wehrmacht sisak, amit kinéz. De tényleg, te mit küldtél? Vagy neked mi volt? Te lefotóztad a kis admirális? Persze, ahogy Feri mondja egyébként. Nelson admirális? Így van, feljött a vízszínére az U70-es. Körbenézett? Érted. És mondta, hogy áttöri a jégtáblát. Így van, és ahogy hívják, a kikötőzáron áttörve próbálta megközelíteni az ellenséges tankhajókat. De tényleg egyébként mi az, hogy intim, erotikus vagy pervers képek? Tehát valaki mondjuk fölveszi azt, hogy együtt van a párjával, oké. Valaki csinál a párjáról intim képeket, ha nő, az oké. De mondjuk, ha nő kezébe nyomod a telefont, és azt mondta, hogy édesem, ma olyan hangulatban vagyok, hogy fotózzunk, megfogja a nő a telefon, tessék, te mit csinálsz? Felmész gyertyaállásban? Persze. Fordít a gyertyaállásba, és büszkén nevetsz, hogy a köldököd ígér? Vagy mit csinál? Mit nem, lesimítgatom a combomról a harisnyát. Vagy ha videó. Nem, figyelj, tehát ennek azért lehetnek praktikus okai is, hogy készítesz magadról ilyen fotót, betramsz, tiszteletem, doktorom, Sebestyén most. Igen, az a balány. Nem tudok sajnos bemenni, de küldenék egy fotót, nézze már meg, hogy van-e valami baj. Igen, szörnyű dolog jött elő. Igen, ma reggel. Csak tükörrel tudtam én is megnézni, de csinálnék képet. Küldenék egy képet Sárlak torkáról, ahol 1000 éven keresztül emésztődnek az arra érdemes. De mi, de csináltok otthon ilyen képeket? Vagy most a négyből valamelyikünk telefonját végignéznénk, akkor találnánk rajta? Te már törölted. Ki én találnám még? Neked van valami? Nincs. Semmi? Nah, félsz, hogyha elhagyod, és azt fölrakják, és nézd a Ferit, vagy te egyébként se csinálnál? Vagy félsz, hogy
ismert vagy, ugye megtalálják a telefonodat, egy percen belül az internet lenne az 6000 kép az a telefonodból. A emiatt nem? Ha nem lennél ismert, csinálnál? Akkor így kérdezem. Nem magadról. Nem mondtam, hogy nem csináltunk. Tehát csináltatok. Ha de behatolok, nem telefonnal. De nem telefonnal. A behatolokról, persze, arról is. Tehát ha föltöröm a mobilodat, ott nem találok semmit. Hát semmi, nem az, de ilyet nem találsz. Ilyet nem. Erotikusat nem. Szerintem az felelőtlenség, de az azért butaság. Aha. Jön, amit ide kiteszek, ide leteszem, de most jön a Csabi és elkezdi nézegetni. Hát még ha Csabi nézi, az nem, az tudod, nem, az nem olyan Csabi. Nagy baj. Igen. Az nem olyan nagy baj. Olyan van, hogy kilépsz a fürdőből, meglátod magad a tükörben, és csinálsz egy biceps poszt, és lefotózod magad, Jani? Igen, hogy azt mondod, hogy Szokott lenni ilyen. Én azért csináltam egyébként egy ilyen képet, mert egy kis tréfának szántam, én imádom kizökkenteni az oldalbordámat, és amikor például olyan helyen van, ahol mondjuk kicsit komolyabban kell viselkednie, egy picit jobban oda kell magára figyelnie, és nincs helye tréfának, és küldök át neki egy MMS-t, akkor azért az vicces tud lenni. Tehát, hogy azért, érted? Bocsánat, mert bejövöm. Vajon az átmenő, a rendszeren átmenő MMS-eket látják? Biztos. Na, ez egy jó kérdés. Biztos, az SMS-t is látják. Hát az SMS-t is látják, illetve pontosabban szerintem visszakereshető. Ha mondjuk rendőrségi nyomozás van veled szemben, nem úgy képzelem, hogy ülnek az ügyfélszolgálatosok, és nagy képernyőn egyszer csak kiugranak az általad küldött MMS-ek. Szerintem ők magát a képet nem látják, megnyithatják valószínűleg, de ők egyébként csak egy adatot látnak. Látnak egy kis, mit tudom én, egy ilyen kis ikont, azt kész. Annak megfelelően, hogy... Hát több millió MMS, meg SMS megy át a rendszeren egy nap, mondjuk, ha három szolgáltatót nézzük, azért nem hiszem, hogy az összeset ők azt ott tudják nézni. Nem. Maximum le lehet kérni. Nem, persze, hogyha valami igen ügyel kapcsolatban. Borzasztó szigorúak lehetnek az előírások, tehát ő nem nézhet bele. Korábban azt el tudom képzelni, nem, hogy el tudom képzelni, biztos vagyok benne, hogy voltak nagy meglepetések, például amikor bevitted mondjuk egy ofotérthoz előhivatni a kis 32 kockás kis izédet, kis fortepán színes tekercsedet, és amikor ott ugye jönnek le a képek, és amikor ugye levágják őket, hát ott biztos, hogy végignézték, és azért nem volt véletlen, hogy mosolyogva adták át neked a jól sikerült képeket. Ja, hát azt ott biztos, persze. De most nem mondod, hogy te például fiatalabb korodban még megállapodásod előtt, mielőtt gyönyörű szerelmi kapcsolatba éltél, és volt esetleg valami kis himi-humi valakivel. Nem voltak még ilyen telefonok. Tehát nekem egy 51-10-esem volt. Aha. Szinte még. Hát még 10 évvel ezelőtt már lehetett küldeni. Én nem voltam soha ilyen nagy küldőfogadó. Tehát, hogy nem. Ez annyira nem érdekel. Hogy most nem tényleg ott felmenjek gyertyaállásba a nappaliba, és akkor ott küldjek valami képet. Tehát ez így valahogy nem jó. Munkahelyem. Már munkahelyem mi? Kimész gittelni, és akkor lefotózod, és elküldjük. Nem gittelni mész, nem azért mész. Oda néz, micsoda a pufajka belső. Ezt próbáld überelni. Igen, überkényszer van. De mi a munkahelye? Hogy kimentő a munkahelyéről? Kérdezd meg a hallgatót. Kicsit az irodába hátra csúszik. Egy fotó, és már megy is. És lement, de ezeket így gyűjtötted? Persze, meg volt is kőt, ki is nyagít, volt ilyen, ki is nagyítottam őket. Magánluxsértés X. Van benne egy ilyen erotikus izgalom, szerintem, egyszer csak megnyitom. Persze. Én azt gondolom, hogy a női eszköztárban van. Tehát amik a nők tudnak elküldeni, az a szexi. A táborszer nagy rohamoz. Elmentve. Én az a nyomorúságos, amikor egy pasi próbálkozik ilyennel. De miért ugyanolyan test? Csak férfiben, mint a nő. Szerintem a nők 80%-a sírva röhög azon, amikor férfiaktól kap ilyen félpróbálkozás, tudod? De a maradék 20%. Igen, dolgozz még rajta kicsit, ez még nem annyira jó. Az adatok egyébként érdekesek, mert hogy sokkal többen féltik a bizalmas aktivitásokat a mobiltelefonjaikon, így mindössze 35%-uk vásárol a telefonjával online, és 38% lép be bármilyen kapcsolatban mobilról a számlavezető bankjával. Ehhez képest a kattintás pucéran a fürdőszoba tükrében, vagy egy szaftos csevegés munkaidőben sokkal nagyobb számban jön létre. Tehát, hogy kevésbé félnek a felhasználók attól, hogy ezeket a képeket megtalálják, vagy hogy ezek a képek kiderülnek. Bár egy ismeretlen ember esetében, hát ott nem, ott most nem teszed fel a netre, ha találsz egy telefont, nem? Ja. Ki lehet az a hazai celeb, akinek a legtöbb önképe van a saját telefonján?
Tehát aki magát fotózza a legtöbbet. Hát... aki annyira nagy az önimádata, hogy nincs más fotó a telefonján, csak ő saját maga mesztelenül, félmesztelenül, edzőteremben, edzőtermen kívül. Sarka Kata. Igen? Hát vagy ezt a férje csinálja, de hogy róluk rengeteg kép van fönt. Tehát már egy picit, már egy idő után unalmas is, tehát, hogy persze, csinos, persze, dekoratív, persze, nagyon jól néz ki, oké, de hogy már az ezredik képet látod róla, vagy Rubin Dréka. Tehát, hogy így tudjuk, hogy izmos, tudjuk, hogy nagyon jó sportember, tudjuk, hogy nagyon csinos, tudjuk, hogy minden nap mindent megtesz azért, hogy top formában legyen, de már picit uncsi is. Tehát, hogy pont ők már pont attól nem érdekesek, hogy egyébként tudod nagyon jól, hogy héten ötször felmész az oldalukra, ha rajongó vagy, akkor látsz fönt 20 friss fotót. Minek? Hát ők ebből élnek, nem? Hát ezt pörgetik a nevüket, csinálnak egy fotót, megcsinálják a fotót, az újságírók, ha nincs cikk, akkor azt megnézik, és akkor arról tudnak valamit írni, nem? De szerinted tök uncsi, mert egy nyilván egy bizonyos határon túl meg nem mennek. Ja, hogy az uncsi, hogy mindig ugyanazt fotózzak, hogy akkor lépjenek túl egy bizonyos határon? Hát de tényleg, tehát uh-huh. Nyilván mindenki arra vár, hogy egy picit nagyobbat, egy picit többet villancsanak. Meg mindig vannak ilyen, ilyen idén jellegű fotók, illetve kompozíciók, amikor most ugye ez a melltől lefelé fotózom a testemet. Tehát ez, amikor fekszem kint a napon, és akkor úgy fotózom le magamat a telefonommal, hogy egy picit benne van a dekoltázsom, benne van a hasam, meg nagyon benne felkészült van a rózsadom. Ebből az új trendekből, a nyári fotótrendekből, nagyon felkészült vagy, azért azt kell, hogy mondjam, hogy mik az új trendek. Hát ilyet már mindenkitől láttam. Tőlem még nem. De megcsinálom szívesen. Csak azért vagyok fönt állandóan. Csak azért nézem, csak azért lapozgatok a különböző Facebookos oldalak, hogy végre rólad is találjak egy ilyet. A fenyves is tégen, én és a csajok, tudod? Mert ugye általában ez, hogy én és a barátnőim, ugye ezek a feliratok. Hogy csináltunk egy ilyet. 70% nincs tisztában az alapvető törlési funkciókkal, melyeket a gyártók a készülékekbe telepítettek. Ja, azok. Tehát, hogy megcsinálja, de 70%-nak fogalma nincs, hogy kell kitörölni, hogy mi az, amikor végleg törlöd. Ezt például, hát ez nem egy bonyolult dolog. Hát ne, és én azt nem értem egyébként sokszor, hogy ezek az egyébként nem törölt fotók, amiket úgymond persze, privát felhasználásra készítettünk, ezek hogy kerülnek ki például egy világsztár esetében a világhálóra úgy, hogy ő azt nem akarta. Hát tehát Scarlett Johanssonról hogy készülnek egyébként ilyen ízléses fotók, amiket is ismeri, mindenki ismeri. Hogy majdnem mindenki. Már hogy nem akarja. Hát mi a Paris Hilton, meg a Scarlett Johansson, meg ezek teljesen tudatosan, profin csinálják, meg nem gondold azt, hogy a Pamelának, vagy a Paris Hiltonnak a szex videói azok nem azért kerültek ki, mert ők azt akarták, hogy ezek kikerüljenek. Tudti, hogy azt tehát, akarták. Hogy miért nincs egyébként ilyen videó mondjuk a Nicole Kidmanről, vagy miért nincs ilyen a Sandra Bullockról. Tehát, és ugyan a műfelháborodás utána. De mi a Paris Hilton egyébként miről adjon ki videót, ha nem erről? Tehát, hogy ott tehát, hogy miről tud, nincs. Mint arról, hogy egyébként háromszor ellopták a telefonját, és pont mindig azon a három telefonon volt az, amikor ő örömteli pillanatokat szerzett a barátjának. Hát. Tehát, hogy azért ez Gábor Zsazsáról nem kerültek ilyen képek. Az elmúlt 20 évből mondjuk. Nem? Hát nyilván nem azt fogjuk látni majd Paris Hiltontól, hogy mit tudom, hogy felkerest otthonában Anatoly Karpovot és Romá verte szimultán meccs során. Tehát, hogy nyilván, hát igen, neki másra nem jut, csak ez. De mondjuk egy Scarlett Johanssonnak lehetne más is. Mert azért más kategóriájú. Tessék? Durvább? Nem. Konkrétan helyen, igen, ha kérhetem. Valami nagyon durvább. Képzeljétek el, ilyen használt telóboltban mi lehet? Tehát a visszavitt telefon, amit te mondtál, hogy nem tudják, hogy kell törölni véglegesen. Hát képzeld el, egy telefonszervízben mi van. Vagy a szervízben. Hát, ők azért csodákat tudnának mesélni. Mint ahogy mesélnek is a haveroknak valószínű. Jó, tessék, keressünk olyan telefonszervízeseket, jó? Akik vállalják, azt nem kell mondani, hogy melyik szerviz, meg hol szervizelnek, tök mindegy. De hogy mi volt az, amire azért úgy összecsődítették a szerelőket, hogy na gyertek, ezt nézzétek meg. A telefon szervizesek 80%-a tudom, konkrétan végignézi a telefon, a fényképeket, és összehívják a kollégákat, főleg, hogy olyan csaj viszi be. Tehát most beviszi egy fogatlan pasi, akkor azt nem fogják összehívni, és nézik meg. De egy jó csaj beviszi szereltetni a telefonját, akkor szinte egész biztos, a legtöbb telefonszervizben megnézik. Hogy mit találtak már? Tehát mi volt az, ami őket is
gondolkodásra sarkalta, hogy ilyen szépen, vagy szépen kinyomtatták A3-ban. Kinyomtatják, szerintem? Szerintem igen. Igen. De nem és figyelj, fölteszed magad fölé, amikor jön ki a csaj. Egy A3-as nagy posztert csinálsz belőle, fölrakod, és tessék parancsol, kész a telcsi. És ott van mögötte. A te telóddal egyébként lehet fényképezni, Jani? Kérdezi egy hallgató, hogy nem is tudtam, én se, hogy tehát mivel csinálsz fényképeket egyébként? Külön van egy szmenád, és aztán azt bemásolod és elküldöm. Vagy nálatok ott a vágottak tudnak egyáltalán fotót készíteni? Hát ez most, hát megmondom őszintén neki, a Bence neve kis IMAX. Na, jó, akkor várunk elsősorban női hallgatóinktól olyan SMS-eket, amiben megírják, hogy pasiktól milyen erotikus tartalmú képeket kaptak, amin sírva röhögtek, jó? Egy-egy olyan munkatársuktól, aki bepróbálkozott, aki megpróbált egy ilyen szex telefonba belemenni és bemelegítő jelleggel képeket küldeni magára. Most mit küld egy nő, azt nagyjából tudjuk, nem? Hát ott azok közhelyesek. De hogy olyan női hallgatók írjanak, akik pasiktól kaptak különböző, mit tudom én, alsogatyám a zokniban, a szoba közepén pucsítva, a kredencen, hol lehet egy pasit elképzelni, mi van mi? Nem? Az erkélyre kihajolva, hátulról lefotózva. A kicsit durva a fantáziát a témakörben. Sokkal jobban éva. Érdekel. Hogy fölé áll, lerakja a kőre, fölé áll, aztán pedig nagy lábújjal exponál. Ezt nézd! Igen. És közben nagyon mozog, vagy így készíti a videót. Ez az egyik. A másik, hogy telefonszervizesek írjanak nekünk, akik... hát arra nagyon kíváncsi vagyok. Akik szereltek, és közben belenéztek, és valami olyat találtak, amire nem számítottak. SMS számunk 06-645-00-00. Jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 8 óra múlt 44 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt! Egy kutatásról beszélgettünk itt a hírek előtt, hogy 4-ből 1 ennyien tárolnak intim fotókat vagy videókat az okostelefonjukon. Ebből 70% nem is nagyon tudja, hogy kell törölni, és a mobil használók 25%-a rendszeresen intim, erotikus vagy pervers képeket küld vagy fotóz a telefonjával, és közben pedig sokkal többen használnak banki alkalmazásokat, megvásárolnak a telefonnal. Illetve nem azok kevesebben, többen használják erotikus képekre. És kértünk szervizben dolgozókat, illetve rendszergazdákat, hogy írjanak nekünk, hogy miket találnak ismeretlen telefonokon, ismeretlen gépeken, mert hát ugye az ember gyanútlanul beadja a laptopját szervizbe, vagy éppen a telefonját, és vannak izgalmas dolgok rajta. És ugye arról is beszélgettünk, hogy egy pasi vajon mit küld a nőnek, mert ugye egy nőnek sokkal nagyobb az eszköztára, de ahogy látom, a pasik is tudnak küldözgetni, rengeteg SMS jött. Balázs, meglepődnél, hány pasi küldözget előszeretettel az egyszeműről a fotókat? Kapásból tudok mondani 5 pasit, aki azonnal elküldeni nekem, ha megkérném, pedig példás családi életet élek. Vezetékes internet bekötéséből élek, mire a modem összeáll 5 perc, a képeket lecsekkolom, nehogy pedofilba botoljak. Nekem a párom még kapcsolatunk elején küldött egy képet, amin a farkincájára volt egy díszmasni átkötve. Azért az, igen. Rendszeresen kapok eltévedt dicsekvő MMS-eket pasiktól, utólag nagyon szánják, bánják, jókat röhögünk rajta a csajokkal, puszi. Egyszer vettem egy használt telefont, gyerekek, akkor a 24-es bontó volt benne lefényképezve, hogy letettem a hajam. Utána azzal próbáltam csajozni, írja Csabi. Pasi küldött magáról tükörben készített mesztelen fotót álló cuccal, de olyat is kaptam, hogy rátéve a kispasira egy DVD, jelezve, hogy miután megnéztük a filmet, több is lehet köztük. Egy DVD? Hát mekkora? Mekkora lyuk van a közepén? Hát, az gyengúz. Igen. DVD. Hát nagyon fura. Az nagyon fura. Van egy hallgatón, Krisztián. Hello, Krisztián, jó reggel. Jó reggelt, sziasztok! Te szervizben dolgozol? Igen, először is én, amikor elkezdtem annól, akkor ügyfeleztem, tehát átvettem a telefonokat, illetve most már szervizbe is. Na, hát mesélj, gondolom, hogy voltak csodák, amiket láttatok. Gyakorlatilag az 5 év alatt, hát nem gyűjtögettük az elejétől kezdve, mindig nézegettük, de most már egy pár éve gyűjtögettük, szóval lassan egy ilyen 1 giga fotónk van. De ki is írjátok, ez annyira hát nem, hát megvan egy kis rejtett mappa a belső Winchester, amit használunk, ami a minden céges info. Azt néha a főnököm is rög rajta, mi is nézegetjük, éppen akár unalmas órákban elővesszük. Na, és mi a tipikus, hogy mit küldenek pasik, vagy mit csinálnak a csajok, miket láttok? Hát legtöbb csaj, tehát van ez a sima tükörből fotózkodós, vagy mit tudom én, vagy sokszor a párja fotózza le, olyan is van,
De aztán voltak ilyen durvábbak is, hogy egy vagy két dildóval egyszerre éppen, ahol éri, meg szexközben éppen, ahol éri, tehát ahol éri. Ahol éri konkrétan. És ezeket valaki behoz egy jó csaj a telefonját, akkor ahogy kiteszi a lábát, azonnal nézitek? Hát ugye sokszor van telefonzár rajta meg ilyenek, amiket ugye nem is tudunk föltörni, de van mondjuk, hogy egyébként meg a szervizeléshez meg el kell kérnünk. És akkor ugye elkérjük, mert ezzel nyitott az út, akkor valakinek mondjuk éppen át kell venni a memória kártyáját, meg ugye most a mostani világban a legtöbb telefonban ugye a belső Winchester van. 8-16 giga, hát azt, hogyha nem zárja a biztonsági kóddal, azt akkor ki sem tudom neki belőle venni, hogy visszaadjam a szerviz idejére. És az a dolog, amit te is mondtál, hogy nem az a baj, hogy lefotózzák, nem tudják, hogyha kitörölni, vagy el is felejtik kitörölni belőle, vagy kiszedni, vagy bármi. Tehát benne felejtik konkrétan. És ezeket aztán szépen kiírjátok? Hát kimentegetjük, persze, vannak is mappák, gyűjtemények, de vannak ilyen 14-15-16 éves fiatal lányok is tükörbe fotózgatják magukat. De ez a tükörbefotózás, ez most egy ilyen nagy divat, nem? Most ez sokan hát csinálják. Elég sokszor futunk bele ilyenbe, de olyan is volt, ha már így beszéltek róla, hogy férfi, tehát így fogja a kezébe a, ahogy mondtátok, az egyszemű kapitányt, és akkor azt innen, onnan, jobbról, balról fotózza. És úgy, hogy arccal te? Mert ugye sokan nem, csinálják, hát úgyhogy nincs benne az arca, de hogy... Igen, a legtöbb, tehát férfiaknál a legtöbb az olyan, hogy csak a ékeres, méteres van, tehát semmi más. Uh-huh. Az a legtöbb. De olyan is volt egyébként, hogy csajnak a telefonjában volt magáról, és volt a pasiáról is, viszont aztán küldte magának, mert ott egyedül volt a csávó rajtad, ott is a arca, meg mindenne. És mennyire vagytok? Egy giga? Hát lassan, már egy giga van szerintem, hogy egy-két videó is, persze, de főleg képek. Óriási. Nem kevés. De hát a legmelegebb sztori egyébként, amint konkrétan sírtunk a rölgéstől, bejött egy hölgy, a főnök szólt, hogy bejön valaki, és a telefonja óriási baj van, és meg van halva, és le kell rosszerni az adatokat, és meg kell csinálni a telefont. Jó, hát bejön az illető, és mondja, hogy hát nem kapcsol be, és a tölt ilyen kozolegnek, hogy adatokat nem tudsz belőle kiszedni. És hát ennek az ott a fontos. Na és akkor szervizesünk, összehozta, megcsinálta. És ugye, amit persze megnéztük, kipróbáltuk, stb. És akkor csajnak visszaadtuk a telefonját, akkor így nagy boldogan, hogy jaj, de jó, megvannak a névjegyzék, az SMS, és a képek is. És akkor csak kicsit így lehűlt, kikerekedtek a szemei, kicsit így elhallgatott, és akkor így megköszönte, és halkan eltávozott. Hát ott látott a farcán minden őszintesség, hogy ő, tehát úgy tudja, hogy mi volt a telefonjában, csak ezt elfelejtette. Hogy akkor ti is láttátok a képeket? Hát azt már mi is láttuk, igen. De mondom, addig nagyon boldog volt. Tehát addig, hogy hú, a névjegyzék, hú, az SMS-ek, tudod, és akkor már... És akkor leesett neki szépen, igen, hogy itt mást is láttátok. Egy picit lehűlt, maradjunk annyiba. Jó szemét dolog ez, de hát egyébként nyilván megérti az ember, hát most... Hát de jó, hát nem figyelj, most mindenkinek telefonjában van, de akkor az ember kitörli, lezárja, kiveszi a memóriakártyát, tehát stb. Persze. Tehát, hogyha az emberek ilyen van, akkor azt legalább védje meg, vagy óvja meg. Arról nem biztosítunk, hogy ő benne hagyja. Krisztián, köszi, hogy elmondtad, ciao. Köszönöm szépen, én is jó. Sziasztok, hello. Férfi közismert személy, vibris kép. Oh! Szervizeltem pár évig, jön az SMS. Oh! De benne? Beadtad a szervizbe a telefont, oh! Feri? Igen. Nem is mondtad, kérlek, hogy szervizelted a telefont. Kérlek, ne. Lefülelted. Hihetetlen. Azért az... Ugye? Azért oda összehívott, hogy Józsikám, az anyagbeszerzésről áthívod a Józsit, hogy jöjjön már át, nem? Az nem. Ismerős? Ismerős. Ő nem? Akkor nehéz följebb. Ő már igen. Minden kemény. Egyeket, azért az nagyon kemény. Egyeket a törlés az önmagában még nem is véd meg a kellemetlen következményektől, akkor, hogyha nincsen végleges törlés. Mert hogyha mondjuk egy céges gépen törölgeted a telefonodról, szépen rácsatlakozol, megnézed, melyiket töröljem ki, oké, kitörlöm, de ott marad a kukába. Hát velem megmondom őszintén, konkrétan ez történt. Töröltem néhány képet a fényképezőgépemről, úgy, hogy a központi számítógépre, illetve egy benti számítógépre volt csatlakoztatva, még az előző rádióban, a Danubiusban, ugye? És hát mondom, basszus, ezeket mégsem kellene törölni, illetve nem mindegyiket, ezért bementem szépen a kukába, és visszaállítottam a képeket. De nem tűnt fel, hogy én nem csak azokat a képeket állítottam vissza, vagy küldtem vissza, amik az én gépemhez tartoztak, hanem több másikat is. És megtaláltad a lomtáros képeket? Igen, de nem csak az én lomtáros képeimet találtam meg, hanem az egyik kedves... Bingo! A Garami lomtáros képeit? Igen, és... Ott azért van minden. Hát figyelj, fölírtál egy-két dolgot a bakacslistádra, még mi? Én konkrétan megkérdeztem tőle, hogy Gábor, nem töröltél mostanában képeket a telefonodról? Mert ha igen, akkor gratulálnék. Nagyon nagy vagy, pacsizzunk. És komolyan mondom neked... Papírtollat fogtál, jegyzetelni kezdtél? Van még mit behozni? Igen, a telefonszámokat szeretném meg. Dehogy is. Dehogy ott volt aztán minden. Így van. Így igazi ingyenc, azóta nagyon tisztelem, nagyon felnézek rá. Még egy kérdésem, ez gyorsan webkamerába tolta a szőrös fenekét, úgy fotózta le és küldte át e-mailben. Nem jöttem tőle izgalommal.
Én imádom fényképezni a pasim, de voltak olyanok, akik full panorámát küldtek. És írják egyébként sokan, hogy a Facebook ugye már automatikusan szinkronizál a telefon a Facebook fiókkal, figyelmetlen telefonbeállítás miatt, ez valóban így van, ezért szinte azonnal felkerül a netre. És ha a fiókodat feltörik, akkor a kép is kiderül, tehát nem is kell nagyon igazából már a telefonodat elhagyni. Na jó, hát azért ez a telefonszervizelés, fotó megnézés azért ez egy jó rohadék dolog, nem? Ez egy aljas dolog, azért beadod ártalmatlanul, tehát eszedbe se jut, hogy megnézik, és sírva, visítva röhögnek a fényképeiden, nem? Hát nem kell beadni úgy. Ezt na jó, de hát mit le kell menteni őket persze, hogy iCloud-ra. Ha elromlik, és úgy adod be, most már nehezebb. Az iCloud-ot nem tudja megnézni valami ember. Nem, azt ennyire nem értek hozzá. Mm-hmm. Na jó, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Csak még egy SMS. Használt telefont vettem komolynak tűnő üzletember ismerősömtől. A memóriakártyán találtam videót, amin az van. Kalapja van, nincs kalapja. Kalapja van, nincs kalapja. Egészen a finishig ezt játszotta. Azóta nem tudok tisztelete ránézni. Aha. Igen. Hello! De azt bocsánat, honnan tudta, hogy a finishig ezt játszotta? Ezek szerint végignézte. Hát persze, végignézte. Mi lehet a vége? Mi lehet a vége? Kata, hello, jó reggel! Sziasztok! Hello, Kata, honnan hívsz minket? Nyugat-Dunántúl. Azon belül? Győr. Na, Győr, jó. Oké, Jani, milyenek a kérdések? Nehezek. Nehezek. Belevágunk, jó, Kata? Rendben. Így szól az első kérdés, dedikált Egira Látit. Melyik zenei műfaj világhírű képviselője volt Bob Marley? Reggae. Így van. Marley. Mehetünk tovább? Igen. Így szól a második kérdés. Mit nevezünk idegen szóval tesztoszteronnak? Férfi nemi hormon. Aj, de jó fajfa. Kata! Nem is gondolkozok. Én most ebben lubickolok, ezért van ilyen hangom. Igen, mehetünk a harmadikra, irodalom. Megpróbálom. Így szól a harmadik kérdés, dedikált Bögrér. Melyik században született Csokonai Vitéz Mihály? Hú. Ugye? 18. Na, jó van, ügyes vagy. Így van. 1773, ugye ez a 18. század. Na, hát ez... Ügyi vagy, nagyon tényleg, gratulálok. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm. Miért vagy ennyire okos? Hogy csinálod? Hogy lehet? Nem szégyeled magad? Kérdezed meg a férjemet. Ő tudja? Hát ezért szeretett belép. Küldjük az ajándékcsomagot, Kata, köszi, hogy játszottunk. Köszönöm. Hello. Van lenne egy sztorim, hogyha a témához ehhez a... Nincs már idő, Kata, ne haragudj, bocsánat. Hát olvastam akkor a történetedet, tudom, te is ilyen egy plázában dolgoztál, és új telefonot. Nem, sajnos nem. Ez annál durvább, és úgy érzem, hogy azért ez jó lenne a szülők... Okuláskép. Jó, Annának elmondtad, és akkor Anna nekem elmondja, és bemondja. Jó, rendben. Után. Jó? Köszi, ciao. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. 5 perc van, pontosan 9 óra, jövünk a hírek után. 9 óra múlt 9 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jobban vagy? Jön a hangod? Vagy inkább kezd elmenni, mert ez mindig, hogy vagy nem, nagyon javul, vagy nagyon rossz. Szerintem holnap sem lesz még tökéletes. De hát a változatosság gyönyörködtet, ugye, szokták mondani. Most egy picit más vagyok. Olyan erotikus vagy, igen. Olyan. De erotikusan búgó. Nem tudom eldönteni, idegesít vagy erotikus. Mondd, inkább hívd erotikus. A 069-en. Ne hazudjál már magadnak, inkább idegesítem. Na jó, igen. Mondja csak, hívd a 069. Hívd a 069-et. Mm. Most már nem idegesítesz. Végén, Nazális János. Itt van Tamás velünk egy friss közlekedésére. Hello Tamás, jó reggel. Hello, sziasztok Balázs. Miskolc felé az M3-ason, 60 előtt a Mókútnál sövényt vágnak, ott ez egyik sávban lassítás van, és lenne egy nagy segítségkérésem, hogyha megoldható. Reggel 8 órakor megálltam Miskolc felé, vagy bocsánat, Budapest felé, a Gyöngyös után a Helios büfébe, és ott reggelit vettem, és utána már Pesten vettem észre azt, hogy a pénztárcám nincs meg. Az a baj, hogy céges pénz van benne, közel 600 ezer forint, és az összes iratom benne van. És kérem azt, aki megtalálta, hogy segítsen. Benne van a személy minden, tehát meg tud találni. Kérem, adja vissza, majd juttass el a pénztárcámat. Tamás, hol hagytad el pontosan, hogy segíteni tudjunk? Gyöngyös után a Helios büfénél, 8 óra környékén.
ez milyen út, vagy hol? M3-os, bocsánat, M3-os. Gyöngyös után a Helios büfé. Tehát az M3-oson mentél Miskolc felé. Igen. Nem, Budapest felé. Budapest felé, igen. És akkor Gyöngyös után a Helios büfénél megálltam reggelit venni, és akkor Pesten, mikor megálltam az első helyen, akkor vettem észre, hogy nincs meg a pénztárcám, és egyből fordultam vissza, de azt mondták, hogy már nem találták ott a pénztárcámat is. Uh-huh. És mennyi pénz volt benne? Hát közel 600 ezer forint. 600 ezer forint, ez céges pénz. Cég, igen. Ezt vitted valahova, vagy kellett fizetni? Hát áruért mentem volna, igen. Uh-huh. És ezt rajtad fogják behajtani? Igen. Jó, és ott visszatelefonáltál, és ott már nincs? Visszajöttem egyből, tehát visszafordultam, mert a tudakozó nem tudta megadni a telefonszámot, egyből, ahogy tudtam, jöttem visszafele. És hát a büfés nincs, azt mondja, nincs kamera, nem tudja, ő nem találtak ott a büfénél. Na most, ahogy szálltam be, hát elég nagy, tehát ez egy briefkó, tehát elég nagy ahhoz, hogy egy fekete briefkó, hogy ne tudjam egyből betenni, tehát és mindig egy helyre teszem, és ahogy megálltam Pesten az első helyen, ott nyitottam, aki az ajtót is nem volt ott. És ott leültél kávézni a helyen, vagy csak a pultnál fizettél? Nem, ültem, csak fizettem a pultnál, egy szendvicset vettem, egy üdítőt, és egyből ültem be a kocsiba. Hát akkor valószínűleg a pulton hagytad? Hát a pultos azt mondja, hogy nincs ott. Nem, ők nem találtak. Aha. Hát, és a pult, amikor bementél, ott még a kezedben volt? Persze, abból fizettem. Abból fizettem ki a szendvics árát, és egyből fordultam ki. Aha. Figyelj, menj vissza, és mondd meg, hogy rendőrségi feljelentést teszel. Hát most már itt vagyok 60-ban, most a rendőrkapitányságon befejültem a rendőrséget, és azt mondták, hogy a 60 a legközelebbi. Úgyhogy most itt 60-nál állok már. Jó, menj vissza, mert lehet, hogy ott van, vagy ha mondjuk nem akarom őket megvádolni semmivel, de ha mondjuk ők esetlegesen eltették, és azt mondják, hogy nem találták meg, azért, ha te visszamész, és azt mondod, hogy rendőri feljelentést teszel, egy óra múlva ott lesz a rendőrség, és ez ügyben eljárnak, akkor lehet, hogy egy fél óra múlva telefonálnak, hogy mégiscsak megvan a táska. Pont így járt az egyik ismerősöm, aki elhagyott 200 000 forintot egy kávézóban. Azt mondták, hogy nincs ott a táska, azt mondta, hogy rendben van, teszek a rendőrségi feljelentést, és egy fél óron visszahívták, hogy de mégiscsak itt valaki megtalálta a táskát. Ha és amennyiben természetesen ott hagytad, tehát én nem akarom őket semmivel megvádolni. Tehát máshol nem álltam meg, tehát is egyből kiszálltam, tehát biztos, hogy csak itt maradhatott a Helios büfénél. Aha. De hát ott van kamerakép, nem? Hát azt mondja, hogy... Ez egy benzinkút? Nem benzinkút sajnos, hanem csak egy büfé, parkolóval. Aha. Azt mondta, hogy nincs bekamerázva. Hogy nincs bekamerázva. Uh-huh. Na jó, mindegy, rendőrségi feljelentést tegyél. Mindenképpen szerintem lehet, azért az nyomatékosítja a dolgot. Vagy lehet, hogy akkor azért erről kerül. Jó? Jó. Ha bármit hallunk, vagy szólunk, akkor természetesen. Hát, igen, ha bármit hallunk, akkor szólunk, így akartam mondani. Igen, jó? Igen. Nagyon szépen köszönöm. Tamás, egészség. Kitartás. Köszönöm. Viszont, hogy szép nap. Hello. Hát ez kemény. Hát az. Hát most mit mondj erre? Se adják vissza, nem? Tessék? Hát nem vagyok benne biztos. Hát ha elmondod nekik, hogy rendőrségi feljelentés van, be fogják őket idézni, tanúk lesznek, macera a procedúra nekik, akkor azért lehet, hogy hirtelen az a táska előkerül. Hát meg azért benne van a pakliban, hogy esetleg kiejtette valahol a parkolóban, ja, többi társ. Persze, hát én most nem a büféről beszélek, hogy hát én nem azt mondom, hogy ők voltak, csak érdemes azért ezeket a saját magad védelmében megtenni. Mondjad, Anna. Van kamera hol? Van kamera, most itt, amiről ő beszélt, most egy hallgató telefonált, hogy ő ott rendszeresen megfordul, van kamera. Na, hát tehát nyugodtan vissza lehet akkor nézni, ja, a felvételt. Van. Na, hát hívj vissza, akkor mondani, hogy van kamera, igen, menjen rendőrséggel, kérje ki. Ez őt is megnyugtatja, ha tudja, hogy persze, nem ott hagyta el, persze, meg az alkalmazottakat is, persze, hogy nyilván ártatlanunk. Tehát, hogy akkor mondja azt, hogy szeretné kikérni a felvételt, vagy kérje ki. Így van. A rendőrsége. Hát ez lopás, tehát ilyenkor azt vissza lehet nézni. Persze, abszolút. 600 ezer forintot elhagyni. Azért az nagyon durva, ráadásul ugye céges pénzről van szó. Nagyon kíváncsi lennék egyébként, hogyha mindenki teljesen őszintén a szívére teszi a kezét, és nem az első azonnal reflexből jövő, persze én is visszaadnám című választ mondja, és lenne egy ilyen műszerünk, ami megméri, hogy ennél a válasznál egyébként ki hazudik, és ki mond igazat,
akkor az emberek hány százaléka mondana azzal igazat, hogy ő ezt visszaadná? Mert azért 600 ezer az meg komoly tétel. És gondolná, vagy hinné azt, vagy tudná, hogy valójában közben eltenni? Nem vagyok benne biztos, hogy nem buknánk el. Nem? Aha. 6 kiló eltennéd? Soha. A Jani nem. Fillért nem tennék fel. Ki akadt a műszer? Én annyira hát most ezt lehet bárminek nevezni, de akár hülyeségnek is, tehát még 10 éves koromban is volt, hogy találtam egy pénztárcát, és ugyan pénz nem volt benne, viszont egy rakás hitelkártya volt, valami német, találtam benne címet, német címről volt szó, fogtam, rohadt sokba került, kiküldtem a címre, és gondoltam, hogy majd a becsületes megtaláló jogán kapok majd, mit tudom, egy 100 márkát, vagy küldenek, mit tudom, 2 tábla milkát, vagy ilyesmi, hát nem küldtek semmit, de hogy ingem gatyám rám ment akkor. Ne, mert nálunk ez nem működik. Egyszerűek vagyunk, de becsületesek. 600 ezer forintot találsz, mondjuk keresel 130 ezer forintot. Azért az egy nagy kísértés, egy nem? 5 havi fizetés. Az egy 5 havi fizetésed. Nagy karácsony, elmentek nyaralni. Ugye? És akkor, és mi munkál benne? Ez munkál, hogy más se adná vissza. Most én vagyok a szerencsés. Vagy, igen, vagy kiveszed a pénzt, és visszaküldöd az iratokat? Ja. Vagy elrakod a pénzt, és nem küldöd vissza az iratokat? Mert ha visszaküldöd az iratot, akkor ugye az jár az eszedbe, hogy ha nyilván eszébe fog jutni, hogy ezt a pénzt én tettem el. Ugye? Na, de nyilván úgy küldjél vissza ez, aki egyébként, én azt gondolom, hogy még valami zsiványbecsület van is benne ebben a kategóriában, aha, aki visszaküldi a papírokat, mert sajnos általában az a gyakorlat, hogy megtalálja a pénztárcát, kiveszi a pénzt meg, ami esetleg kell neki belőle, aztán egy kukába kidobja a papírokkal együtt, és hatalmas szívás után ezeket a papírokat mindet újra beszerezni, de biztos, hogy nem lesz kontakt. Hát vagy, ha talál benne egy telefonszámot, felhív, és azt mondja neki, hogy mit ér meg neked, hogyha visszakapod a briftasnidat. És ha találsz 1 millió forintot, és nincs benne semmi, azt elrakod? Hát oké, de mit csinálsz vele, ha nem? Elkezdesz körbejárni, hogy elnézést, ő néz az 1 millió? Igen. Hát csak kérdezem. Ugye? Nem, másfél volt, megloptál. Igen. Személytolvaj. Tartozol nekem, is van, tartozol nekem 500 ezerrel. Találsz a buszon 1 millió forintot. Egy reklámszatyorban. És nincs benne semmi. Leadhatod. Keresni fogják. Megmondom, azt jönni fog valaki, és azt megkérdezi majd a találtárgyakon, vagy nem tudom, milyen van a BKV-nak, van-e még ilyen egyáltalán, hogy nem találtak egy reklámszatyrot benne 1 millió forinttal. Nincs benne se papír, nincs benne se személyigazolvány. Van 1 millió forint egy reklámszatyorban. Friss, ropogós 20 000-esekkel. Leülsz mellé, belenézel. Semmi nincs benne, csak 1 millió forint. Tessék. Oda mész a buszsofőrhöz, és azt mondod neki, hogy igen, én ezt a szatyrot szeretném leadni, mert valaki keresni fogja. Vagy megnézed, és azt mondod, hogy nincs benne semmi, nem tudom kinek visszaadni, eladod. Kétféle megoldás van szerintem. De most hagyjuk, tehát el se játszol a gondolattal, tehát azért vagy, mert oda mész a buszsofőrhöz, meg belerakod a zsebébe, aztán berakod a padlószőnyeg alá, zárt ajtó mögé eldugod, majd beviszed a találtárgyakra, majd odaadod. Azt akarod most sugalni, hogy esetleg odaadod neki, és ő pedig lenyúlja. Nem, hogy én lehet ezzel védekezni. Nálad kicsit a gonoszra, az ördögre, a balagyféltekére jobban hallgató emberrel akarok beszélni, aki eljátszik a gondolattal, mert ez szerintem hónapokat járnál Lőrincen is minden lakások becsöngetni, hogy nem hagytak el 1 milliót. Tehát most nem az érdekel, hanem hogy tényleg játszunk el a gondolattal, mert te el se játszol. Tehát addig mennél, amíg nem lenne 1 millió forint, majd beraknád egy szépbe, és életed végig nem nyúlnál hozzá, és bíznál benne, hogy valaki egyszer jelentkezik, hogy nincsen állam az 1 millió forint. Most nem az ilyen típusú gondolkodásra gondolok, mert ez nem általános, hanem amikor megszólal a kis ördög. Amikor azt mondja, hogy itt van 1 millió forint, nincs benne semmi, tessék, mit csinálsz? Nem látta senki, tedd el. Senki nem látja. És az emberek senki 90 nem tudja, hogy honnan van. Szerintem eljátszana vele. Mit csinálsz vele? Ferivel beszélgessünk. Igen, jó, igen. De mit csinálsz? 90% eljátszik a gondolata, 60% elteszi. 60% teszi csak el? Szerintem sokkal rosszabb az arány. Igen? Sokkal. 80? Vagy nem? Hát nem tudom. 1 millió forint. Oda mész a buszsofőrhöz, és megmondod neki, hogy uram, mit hagytak egy szatyrot? Adja le ő, vagy beviszed a találtárgyakra, és várod, hogy valaki jelentkezzen érte, vagy vigyék el ott, vagy megfogod, és hazaviszed.
Hát legyen nálam szerintem. De ahogy ott elcsinjen a jönének oda benn. Hát persze. Ha jön ért, akkor vissza. De igen, és a haszon közös, nem a haszon, az tiéd, a veszteség a az közös. De el tudod úgy költeni, hogy nyugodtan költöd el? Vagy arra gondolsz, hogy lehet, hogy valaki ezt 10 éven keresztül gyűjtötte, elvitte A-ból B-be és ott hagyta a buszon? Vagy azt mondod, hogy ilyen hülye volt, megérdemli, ha én találtam meg, nekem jár? De ilyen nincs, hogy hülye volt, megérdemli. Tehát nem hogy ne lenne ilyen típusú, én most vázolok ember típusú gondolkodásokat, de hogy nem van ilyen. Van olyan, aki 1000 forintért lelő valakit, meg 500 forintért hátba szúr valakit. Ilyen is van, hogy azt mondod, hogy ezt én találtam, meg ez nekem jár. Én most csak alternatívákat adok. Aha. Tehát vázolok az emberi egóban felmerülő kérdéseket. És az ego ezzel megnyugtathatja magát. Én találtam, itt hagyta, hülye volt. Megtaláltam, ha ilyen hülye volt, akkor ez nekem jár. Ez az enyém. Ezt én megtaláltam. És vidáman bevásárolsz belőlem? Simán. De mit csinálsz egy millióval? Simán nyaralni mész. Hosszú hétvége, gyerekem. Annyira hiteles vagy. Ja, tényleg. Mit csinálsz egy millióval? És ugye a mi esetünk azért nehéz, mert mi azért a jobban kereső, az egzisztenciájukat kevésbé féltő emberek közé tartozunk. De mit csinál egy olyan átlag ember, akinek mondjuk 150 ezer forint a fizetése? Talál egy milliót, egy évig dolgozik érte. Egy millió az akkor is egy millió, akármennyit keres az ember, tehát elteszed. Elteszed? Hát nem. Nem. De én például gondolkoznék rajta, halál komolyan, hogy ott a pénz, megtaláltad. Volt valaki, aki volt olyan hülye, hogy egy nylon zacskóban a BKV buszra föltette az 1 millió forintot, és leszállt nélküle. Tehát kvázi kicsit megérdemli, vagyis már magyarázod magadnak, hogy ez a pénz téged megtalált? Igen. Te ezt a pénzt megérdemled? Ne, hiszen ő volt a hülye, és megérdemli, hogy elhagyta? Meg te sem, ugye, hanem inkább azt mondod, hogy ő nem érdemli meg, tehát ez a pénz szabad, és akkor átteszed a kezed. Uh-huh. Szerintem, ha valaki kifogást keres magának, akkor az ezt fogja keresni. Ezt fogja keresni, hogy hülye volt, aki elveszítette, nem érdekelte, figyelmetlen volt, és talán így próbál megnyugtatni a kis lelkedet. Na csak gyorsan egy kutatás, érdekes, amit mondasz. Igen, az ember megpróbálja megnyugtatni a lelkét. Tényleg így van, hogy magyarázatot keresel. Budapest a harmadik világ, nem a harmadik világ, hanem a világ harmadik legbecsületesebb városa. Végeztek egy kutatást, egy folyóirat, mindegy, hogy most szeretjük őket, vagy nem, tesztelte, hogy igazak-e a sztereotípiák. A világ több nagyvárosában felejtettek ott a riporterek 10-12 pénztárcát, körülbelül 50 dollárnak megfelelő készpénzzel. És filmezték, hogy titokban hányat adnak vissza a tulajnak, meg hányat vágnak zsebre, és elkészítették az eredményt. Megdöbbentő egyébként, hogy a második helyen Mumbai. Hát ki gondolná? Hely, elég szegény hely. Ki gondolná? Az első Helsinki, és a harmadik lett Budapest. Visszaadtuk a pénztárcákat. Nem reprezentatív, de megmutatja, hogy mennyire működnek a sztereotípiák, vagy nem, vagy hogy mennyire vagyunk becsületesek, vagy nem. 9. lett London, Moszkva az 5., New York pedig a 4. És Lisszabon lett a 16. Tehát akkor igazából annyira nem rossz a helyzet Magyarországon sem. Igen, nem? Ez jó. Na te mit csinálsz, 1 millióval leadod, nem? Gondolom én. Hát kétféle variációval, hogyha mondjuk olyan helyen vagyok, ahol tényleg le lehet adni, tehát amikor nem tudok körbe kérdezgetni embereket, arra is megvan a módszerem, de hogyha valahol leadott találtárgyak, osztály, stb., nyilvánvaló kérsz egy rendes átvételi jegyzőkönyvet arról, hogy átvettek tőled, ez az 1 millió magyar forintot ekkor és ekkor, szépen aláírtatod, lepecsételteted, stb. Ez igazából attól véd meg, hogy adott esetben valaki mondjuk lenyújja ezt a pénzt. Másik variáció, amikor meg körbe kérdezgethetsz, akkor én azt csinálom, hogy nem azt mondanám, hogy 1 millió forintot elvesztette valaki, hanem mondjuk 5 kilót. De kit kérdezek körülbelül? Bárkit, aki ott van, nem a buszon, hanem mondjuk igen, ott mert ha lecsap az 5 kilóra, akkor biztos, hogy igen, én vesztettem el az 5 kilót. Hát, köszi. De akkor már rögtön ki is derül, hogy nem ő volt az, mert hogy 1 milliót veszített. Ez jó. Vagy nagyon szájon van, mert azt hiszi, hogy már elköltöttél te 5 kilót. Igen. Bam! És kapsz, és ezt miért kaptam azért, mert elköltöttél 500 000-et? Mert én 1 milliót hagytam el. Na mindegy, hát ez egy érdekes dolog. Mi van akkor, ha azt mondom, hogy a felét elteszem, és a felét visszaadom? Mert ennyi jár nekem. És akkor azt mondod neki, mindenki hogy... boldog, én is boldog vagyok, de becsületes. De egy kicsit lecsippentek belőle, neki meg azt mondom, hogy örüljön, mert hogy a fele megvan. Hát figyelj, ha nagyon-nagyon sok pénzt találnék, akkor nyilván átköltöznék Lisszabonba, hiszen ott nem meglepő, ha lenyújja az ember.
És akkor mit mondasz, hogy az így találtad, hogy csak 500 ezer volt a nálonzacskóban? Ezt mondanád? Igen. Aha. Igen. Már ez is magadat nyugtatod vele csak. Ettől nem lesz ebb a sztori, hogy csak 5 kilót vettél el, nem az egészet. Vagy azért még egy kicsit visszaadtam. Azt írja egy hallgató, én biztos elkölteném szívfájdalom nélkül. Itt van. Látod? Érdekes, amit mond. Ezt Tomi írta nekünk. Soha semmit nem adok vissza, pedig sok mindent találtam. Az én fizetésem havi 64 ezer, na náhogy eltenném. Írja egy hallgató. Tiszta lelkiismerettel tenném el, semmiféle álmatlan éjszakát nem okozna, ha tudnám, még meg is dupláznám a pénzt. Írja egy másik hallgató. Szerintem az életkor függvénye is egyébként. Tehát, hogy felnőtt fejjel találja az ember, vagy gyerekfejjel. Nyilván, hogyha Feri például gyerekfejjel találta volna meg az erszényt, akkor megvette volna az útkaparóházát a kaszálóval, meg a tehenekkel, tollaskalappal, meg puskával járt volna az új kigyósi határban, és minden paraszt hátuljába belelepett volna egy golyó. Szerintem tök álszentek vagyunk komolyan. Szerintem az emberek 90%-a úgy tennie, mint a húzat. És ha még jól keresel, akkor is eltenni. Tehát mehetünk mi most itt a hárman a szentévállás útján, hogy találtál gyak meg. Most mondtam, hogy harmadikok lettünk. Tessék? Harmadikok lettünk. Mint a húzat. Ti ketten visszaadjátok, én elteszem, akkor megvan az átlag, amit mértek. Tényleg eltennéd? 1 milliót. Nyilván. És ha megvan a tulaj? Akkor is. Nem, de most komolyan. Nem tennéd. Ha megvan a tulaj, akkor nem. De ha nincs meg, akkor se tudnék nyugodt lelkiismerettel ülni otthon, hogy na gyerekek, gyertek, de akkor megyünk. De most akkor eltennéd, vagy nem tennéd? Őszintén. Nem tudom. Nincs tulaj, és van egy zsák pénz. Jani, menj meg egy kicsit. Eltenném. Eltennéd. Gondolj a devizahiteletre. Eltenném. Előtörlesztés. Ha végtörlesztések nem is, de egy kicsit tudsz belőle előtörleszteni. De figyelj, de úgyse fogunk tudni ennek nem a dolognak a dolog. Végére jutni. Nem, most csak hangosan gondolkodtam. Akkor csináljunk egy tesztet. Na. Balázs, veszíts el az ország 17 pontján 1-1 millió forintot. Nézzük meg, hogy visszakerül hozzád. Tegyünk ki valahol pénzt? Nem, soha nem kerül vissza. Én nagyon sokszor adtam már így embereknek, hogy oké, nézzük meg, jöttek oda, kértek, véletlenül fizettem be az ő számlájukat telefonon, azt sem kaptam vissza, tehát soha nem jön vissza. Csináljunk egy tesztet. Milyen tesztre gondolsz? Hogy elrejtünk? egy 20 ezer forintot a folyosón. Ne, egy ízét. Hogy elrejtesz a városba valahol 20-30 ezer forintot, és ráírsz egy telefonszámot? Legyen benne telefonszám. Rakunk benne mindenféle ilyen kamu, ilyen izéket, ilyen kis... mit tudom én, hogy hívják, bankkártyáknak tűnő akármiket, ilyen lejárt vackokat, rakunk bele, mit tudom én, 1500 forintot, meg aprót is, hogy olyan hitelesnek tűnjön az egész, és legyen benne név, meg telefonszám. Az 1500 forint nem jó. Mert az nem okoz lelkiismert furdást, illetve dilemmát, hogy eltelt vagy ne. Az akkor nem legyen 1500 euró. Az nem akkora pénz. Tehát a lélektani határa szerintem az működik becsületesség, és 1500-öt kiveszed, az zsebre teszed, nem nagy pénz, nem hiányzik neki, nem fáj neki, az nem. Tehát akkor tegyél be, vagy tegyünk mondjuk 20 vagy 30 ezer forintot. Megmondom, hogy miért, mert 1500-at a legtöbb ember eltesz, mert nincs benne lélektanilag dilemma, hogy te ezt most eltedd, vagy ne tedd el. Nem? Meg 1500 főnök nem mész utána menni, nem hiányzik neki annyira. Tehát ha téged érzékenyen érint az a dolog, hogy te ezt megtaláltad, akkor kell, hogy akkor összeg legyen, hogy te azt gondolod, hogy őt bántsa, hogy jogos, elhagy. Jogos. Nem? De tegyünk bele mondjuk 25 ezer forintot, és nézzük meg, hogy visszajön. Hát tegyen a hal. Emlékezzetek vissza. Most miért? Hát ez egy országos kísérlet. Polgár Petivel a pénztárcás sztorira. Volt, aki úgy tette, hogy bele se nézett. Majd otthon megnézi, gondolta. Majd otthon. Aha, tehát mind ő ezért nem gondolkozott sokat. Jó, nem mondjuk meg, hogy mennyit teszünk bele. Legyen ez. Jó? Nem mondjuk meg, hogy mennyit teszünk bele. Tegyünk le egy pénztárcát, egy telefonszámmal valahol. Mondjuk holnap. De nem mondjuk meg, hogy mi van benne. Meg nem mondjuk meg, hogy mennyi pénz van benne. De az a bajom ezzel, hogy ez statisztikailag egyáltalán nem jó. Tehát most azért, mert egy rohadék találja meg, hogy akkor levozt egy messze menő következtetést, hogy akkor most az egész város az ilyen, vagy az egész ország olyan. Tehát, hogy ebből azért olyan nagyon sok minden nem derül ki, de tesznek egyébként nem rossz. Nekem mindig visszajön, csak hinni kell az emberekben, ennyi írja Ági. Azért megnézni már, hogy elhagysz 1 millió forintot, azért mennyire hiszel az emberekben, és az mennyire jönne vissza. Tehát, hogy ez egy érdekes dolog. Ha van tulajdonos, akkor jutalmat kérnék, írja Bea. Aha. Ugye, hogy hányfajta életszemlélet találkozik? Tehát végül is te visszaadnád. Pénzért. De pénzért adnád vissza? Na, az mennyivel jobb, mintha lenyúlod?
Hát mert akkor egy milliót találsz, és azt mondod, hogy 100 millió. De az a pénz nem a tied, ha te abból kérsz, akkor te abból a pénzből el akarsz venni, úgyhogy nem a tied a pénz. Igen, de még mindig meg. Jobb, mintha ellopnád az egészet. Igen, ez egy marha érdekes dolog, mert elviekben... És fölhívod, és azt mondod, hogy vagy 2 kiló az 1 millióból, vagy semmi. Aha. Megzsarolsz a saját pénzemmel, hát. Ami az enyém. Te megzsarolsz úgy, hogy neked az a pénzhez semmi között? Hogy tehetted ezt a Balázsra, hívek ott együtt dolgoztam. De nincs között, az én pénzem. De te meg elhagytad, az már nem a te pénzed, az egy elveszített pénz. Hát a találást azért a PTK-ban megnézném, hogy az hogy van, azért annak van egyfajta elévülése, tehát azért, mert az azonnal megtalálod, nem gondolnám, hogy az akkor a tulajdonjog azonnal átszáll, de meg kéne nézni, hogy mit mond erről a PTK. Jó, a találás. Jó, ahhoz képest, hogyha valaki más találja meg és elviszi az egész pénzedet, jobban jársz, ha adsz 1 kilót nekem? Az 1 millióban, a jó 200-at. Tehát zsarolsz? 300. Tehát zsarolsz? 400 000 forintot kérek az 1 millióból, akkor a 6-ot visszaadom. És úgy vagy jótékony, hogy közben zsarolással szerzel magadnak pénzt? Ha még tovább folytatod, most már 500 000, és a felét kapod meg. Kell vagy nem? Szia, viszont tedd hallásra. El az egészet. És dugd föl magad. Tess meg az ott a mocskos állat. Te szemét, a karma úgyis utolér és megbüntet ezért, mert legközelebb tőled fognak elvenni valamit, mert neked fontos. Mennyik kérdés van egy ilyen élethelyzetben? Ugye? És azért érdekes egyébként ez a dolog még, mert szerintem például ilyenkor a jutalom az evidencia. Tehát, hogy én például biztos, hogy adnék neki valamennyit belőle. És tök érdekes, hogy az a fajta korrektség, amit mondjuk a becsületes megtaláló képvisel ebben az esetben társul-e vagy párosul-e olyan fajta korrektséggel, hogy kap utána jutalmat. De. Nagyon sokan írtak egyébként, akik találtak meg pénzt és visszavitték, és az az általánosan jellemző, hogy még egy köszönöm sincs. Mert az is ez kemény. Betenném a bankba és a kamatot felszippantanám, írja egy hallgató, hogy mik vannak. Átvételi bizonylatot kérve leadnám. Aha. Írja egy hallgató. Kíváncsi lennék azért arra. Tegyetek ki 1 milliót a következő helyre, Sopron. Ígérem, vissza fogom adni. Egyszer a padon hagytam a telefonon, a metrónál jártam, amikor észrevettem, rohantam vissza, aki megtalálta, épp édesanyámmal beszélt. Ilyen van persze, de azért az egy telefon, itt meg mondjuk 600 000 vagy 1 millió forintról beszélünk. Tegyetek a pénztárcába gyerekfotót. Hm? Az jó. A becsületesség ott dől el, hogyha gyereket látok, becsületes vagyok. Ha nem látok gyereket, elteszem. Szerintem az nem itt dől el, nem? Nem ezen múlik. Legyen benne egy gyerekfotó, egy rokkant kártya, egy Szűz Mária kép, egy kiskutyának a képe, illetve egy sírkői. Igen. Tegyetek 30-at, kinéztem egy új cipőt. Kizárólag akkor tenni kell bármit, ha esélyem sem lenne azonosítani a tulajdonost. Ha igen, összegtől függetlenül a 100%-ot visszajutatnám. De jó, hát mennyi jó ember van ebben az országban. De azért, amikor kíváncsi lennék, amikor megkísértjük őket, akkor mi lenne, nem? Tehát itt most tényleg mindenki lehetőséget kap arra, hogy szenté váljon, és itt most mindenki visszaadná, és mindenki szeret mindenkit. Amikor ott ülsz a buszon, és az acsiba ott van 1 millió melletted, körbenézel, és egyedül vagy a buszon, nem? Akkor azért az egy más. Én biztos, hogy telefonálnék. Találnék egy pénztárcát, lenne benne egy 20 000-es, és rögtön telefonálnék. Jó napot kívánok, Deák Ferenccel szeretnék beszélni. Szegény Tamás, hát sajnálom, azért neki ez sok pénz, meg hát ez mindenkinek sok pénz. 600 000 a kamera az nagy segítség lehet. Jó, ha van valami, akkor mondjuk. Jó, nem ezzel akartunk foglalkozni, de maga a téma érdekes volt, ezt így a hallgatónk felvetette. Ha valaki tud segíteni, vagy megtalálta ezt a fekete táskát, akkor írjatok SMS-tök, és akkor hívjuk Tamást. 7:10 múlt pontosan 4 perccel, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 lesz 6 perc, megnéztem a PTK-t, régen tanultam jogot, csak már elfelejtettem, de jól emlékeztem, hogy 1 év. A tulajdonos a találástól szemított 1 évben belül a dologért nem jelentkezett, illetve te, mint találó, aha, a jogszabályban előírt kötelességedet teljesítetted, vagyis tulajdonképpen, ugye, ha jól emlékszem, akkor ez azt jelenti, hogy te mindent megtettél annak érdekében, hogy a tulajdonos visszakapassa. Tehát 1 év után a seggére verhetsz felé. Ez a lényeg. Azért megtedd be a bal. Persze, altatod, kicsit pihenteted. Igen, na jól van. Vagy ott keresed a tulajt, a vélhető tulajt, ahol biztos nem keresed. Uh-huh. Tehát, jó, hogy kőszegen találod, Máté Szalkán keresd. Igen, van egy nagyon jó SMS, ez Dia írja egyébként, és ez tényleg így van, hogy aki szegény, az visszaadja a talált pénzt, mert tudja az értékét. Ugye? Tehát, hogyha te szegény vagy, akkor te tudod, hogy az valakinek valójában mennyire hiányozhat, hiszen nagyon sok pénzről van szó. Nyilván nem lehet általánosítani, de hogy a tehetős az jobban elteszi, mert hogy neki ez nem egy akkora összeg, és nem tudja felmérni, felfogni, vagy elfogadni, hogy ez más embernek mondjuk mekkora összeg lehet, és mennyi minden hiányozhat. Nem?
Ez is egy érdekes meglátás. 3-4-10 múlt pontosan 4 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Csabi, hello! Jó reggelt, szevasztok! Ja, képzeljétek, a nyáron találtam egy pénztárcát, és visszaadtam a jogos tulajdonosának. A pénz nélkül. Szent ember ülök itt, egy jó és Isten. Nem azért, mert kevés pénz volt benne, hanem benne a feleséged Laura veszítette. Benne voltak az iratok, rákerestem, és ráadásul volt olyan szerencsém, hogy az interneten még a telefonszáma is benne volt, vagy fenn volt, és akkor felhívtam, és tételesen tudta, hogy mi volt benne a pénztárcában, és hál' Istennek minden megvolt, tehát amikor én megtaláltam, akkor még előttem senki nem járt a pénztárcában benne. Ez tök jó, ez a sztori akkor lett volna izgalmas, azt mondta, hogy én találtam egy pénztárcát, és én nem adtam vissza. Viszont képzeljétek el, az én szüleim nagyon becsületes emberek, és mindig egyetértésben éltek. Viszont gyerekkorom egyetlen egy ilyen, nem is veszekedés, hanem ilyen konfliktus volt közöttük, amikor édesanyám, akkor, amikor 3000 forint volt az átlagfizetés Magyarországon, talált kórházi dolgozó volt a kórház udvarán 700 000 forintot. Jézus már! Mintha mondjuk most találnál 70 milliót. Ez nagy pénz. Ez most is nagy pénz. Igen. És ő becsületes, azt mondta, visszaadja. És apám azt mondta, jó, 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 tehát vegyük végig a lehetőséget. De előtte vegyük egy házat Pesten. Tehát, hogy mi minden lehet, ha esetleg nem adjuk le. És akkor végig gondolták, és aztán végül is megegyeztek, leadták, és kapott is valami, nem tudom, 7000 forintot, hogy valamennyi ilyen jutalomdíjat kapott. Hogy kapott a 700 000-ből? Igen. Mit csináltak akkor egy kórházban 700 000 forinttal? Egyébként itt ez az érdekes, nem? Hát, nagyon nagy megvesztekedés. Na, ott valami nagyon nagy paraszolvencia volt. Tehát ott valaki valami nagyon komoly perforált vakbelet műtöttek, és jól sikerült a műtét, nem? Én nem bárnám, ha nem ébredne föl. Tegye csak el, doktor! Igen. Tegye csak el! Ez csúnya, csúnya dolog. Hát ez volt apámnak az egyetlen érve tulajdonképpen, hogy mit keres ott a kórház udvarán annyi pénzt? Hát taníthatnánk a gyerekeket. Aztán visszaadtátok. Aztán nem tanítunk. Hát az akkor, amikor 2-3 000 forint volt egy fizetés, akkor ez a 700 000 forint, ez felfoghatatlan. Tehát, hogy az abból kocsi, lakás, abból minden. Tehát, hát abból... Hát ez az időszak volt, amikor édesapáink megvették a telkünket, azt hiszem, hogy olyan 50 000 forint. Mm-hmm. De visszaadtuk. 7 kiló. Hát, meg kell állni ezt az élet, Csabi. Ha látod, szerintem a Csabi, nem? Látod, milyen okos lettél, jól nevel. Szép, intelligens. Ügyes. És én is visszaadtam a pénztárcát. Igen, és akkor a Balek vagy te is visszaadtam. Na, hívjuk a naphallgatóját, akinek van ajándék a csomagon kívül. Azért, mert a csomag meg ez az már kettő, az meg ugye tudjuk, az terem. Az bizony. Ellátogathat a kulináris mennyországba? Budapest legmenőbb helyére visszük. Házi sajtokat kóstolhat például. Ha indul a reggel, és kivet az Hello! Nem írtad alá? Igen, szándékosan, mert féltem tőle, de egyébként Gábor. Gábor. Azt írtad nekünk, saját cookie profilkép a galériámban. Nagyanyám meg rácsodálkozott a vágódeszka méretű mobilomra, galéria megnyit, Nagyi, kisfiam, ez ilyet is tud? Nagyi, látta? Láttam, menj azt, hogy a kapcsolatunk elején még ezt játszottuk, most már azért nem, de nagymama megnézte a telefont, hogy kisfiam, ez milyen szép, és akkor nyomogatta össze-vissza, aztán persze galéria, ez micsoda, ez ilyet is tud? Ezt mit mondtál neki? Mondtam, hogy tessék ide adni Nagyika, mert ez nem jó. De Nagyi vágta, hogy mit lát, vagy csak úgy kicsit eltévedt a menürendszerben, és a képeket összekeverte valamivel, hát, vagy azért úgy fogta, hogy erre még neki hát emlékezni nem, kell? Nem volt rajta a nevem, de hát gondolom, hogy vagy azt gondolta, hogy kicsit bemelegettem, vagy azt, hogy az enyém is, mit semmi gond, de nem beszéltünk róla hosszabban, azért gyorsan kiléptem neki. Kiköpött nagyapád vagy. Hihetetlen. Mondjuk rajta volt két anyajegyre. Neked hiányzik egy kicsit. Na, pesti vagy? Hát vidék, ide Pesten élek, dolgozom, igen. Na, az nagyon jó, mert akkor szervezünk neked egy péntek vagy szombatesti programot, ha van kedved, jó? Megnyílt egy brutál jó hely, ez Buda legmenőbb helye. Lesz szerintem heteken belül, és oda szeretnénk téged elvinni a kedveseddel, 10 000 forint értékben vendégeink lennétek egy vacsira, ha ott maradtok, akkor bulizhattok, koktélok, látványkonyha, és péntek szombat este már most hatalmas buli, olyannyira, hogy szombat este éppen Jovánék lépnek föl, egy jó kis funky partival. És minőségi alapanyagok vannak, mert Jován az zenél máshol is, de érted. Jován, jön jó, meg, van már. Ez a kaja. Jó? Enni megy az ember étteremben, táncol. Így van, mikor vitted utoljára vacsorázni a párodat? Egy hete körülbelül. Egy hete. Na, akkor tessék megszervezni
A hely romantikus, hangulatos, jó lesz, tegyétek le a lantot, ne menjetek kocsival, és érezzétek jól magatokat, jó? Nagyon aranyosak vagytok, köszönöm szépen. És ha van zenegép, mindenképpen hallgassátok meg Ákostól a tipikus sztereót, jó? Mert az a... zenegép, hát itt élő zene van, élő DJ zene van, tényleg, tényleg jó hely. Jó mulatás nektek, érezzétek jól magatokat, tessék? Jó, remélem a prügyi duó ott lesz. A prügyi duó? Vajon ők most mit csinálnak? Hát ebben most... a pillanatban most mit csinál a prügyi duó? Koptatják az iskolapadot. 10 óra van, suliba vannak. Helyes. A prügyi duó nem lesz ott egyébként, de a Jován szombat este ott lesz. Jó mulatás nektek! Köszönöm szépen, jó műsorvezetést a továbbiakban is. Köszi, csáó! Csabi Kám, remek zenéid lesznek? Köszönöm a kérdésed, igen. Ha van az a zenekar, akit úgy hívnak, hogy Van Republic, ők már elkészítették a harmadik lemezüket. Nagyjából 2 hónapja jött ki ez a Counting Stars című sláger. A 30. helyen nyitott a slágerlistákon, a meghatározó brit slágerlistán, és 6 hét alatt eljutott oda, hogy a múlt héten már az első volt. És mint újdonság, be is fogjuk mutatni a következő órában, vagy hát meghallgatjuk ismét. Azt kedvelem ezt a dalt. Az nagyon jó. Tényleg, egyébként tényleg. És van egy érdekesség benne, hogy ugye emlékszünk a régi Modern Talking slágerekre, miközben a Counting Starhoz. Igen, hogy elment mindig a refrén alaphangon, és aztán egy oktával feljebb. És csak a tematikáját, de hozza ebben a dalban a One Republic ugyanezt. Ez egy jó dal. 555-55-00, itt tudok Csabitól dalt kérni, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok!